reggelt kívánok! 2021. június 9-e van. Lakka Beach, Leonid-öböl, Peloponészosz, Görögország. Egy kéthetes kerékpártúra, filmes dokumentációt láthatják a nézők, úti naplószerűen közvetítve. Jelen pillanatban a 11. napon megyünk. Mondjuk úgy, hogy eddig klappolt minden, most viszont változás történt. Tegnap tervek szerint megérkeztünk ide. Egy kétnapos intenzív hegyi szakasz befejezése után. Időközben, az időjárási körülményekben jelentős változások történtek. Ez most lehet, hogy egy kicsit tudományosan hangzott, magyarra lefordítva rohadszar idő lesz. Ha lehet hinni az előjelzéseknek, már pedig miért ne lehetne, mert egy napra azért elég jól eltalálják, akkor az Alpokat meghazudtoló időjárás következik most. De ami a nagyobbik baj, hogy nem egy napról van szó, hanem hatról. Tegnap este, amikor ideértünk, már volt egy kis felhősödés, úgyhogy normálisan meg sem tudtam mutatni a környéket. Tehát a Leonid-öbölből filmezve maga a Dafgon befolyó. Ez egy hosszú delta-szerű torkolat, több befolyó része is van. Természetesen a torkolat az homokos, kavicsos partot kreál. Ennek vagyunk most jelen pillanatban a déli ágában, körülbelül ott a betonfaltól tovább az már az északi ág, és nem is úgy hívják a kettőt, de ez a rész itt a Lakka Beach, ahol most vagyunk, arra tovább pedig ott a zöld részen túl, azt pedig már Lakkosznak hívják, értelemszerűen a folyó két oldala, és itt bent a Szemeli kemping van, gyakorlatilag az egész beachet elfoglalja, annak a strandját látjuk most, két oldali hegységről pár szót. Ez itt végig arra tovább a Madara hegység. Ez az utolsó hegye az északi oldalon, Red Rocksnak is hívják. Látszik, hogy egészen komoly magasságok vannak. Ennek a másik oldalán egy kanyonba jöttünk le, és ha pedig a másik oldalra fordulunk, az pedig a Hot Rocks nevezetű szikla képződések, szikla tengerek csúcsai láthatók. A mögötte található nagy hegység pedig az Orionda, abba az irányba végig egészen az Argoszi prefektúra határig tart, de még Arkádiában. Talán még egy dolog elég jól látszik, hogy ilyen pillanatban az idő azért még elég jó. Ott már van pár darab kisebb fajta pamacs, de ez még igazándiból beijesztésnek is gyenge. Az igazi probléma az majd körülbelül olyan 11 óra dél körül kezdődik. Közben arra szólok kifelé, lesz egy kis térkép bemutató.
A helyzet ugyanis az, hogy jelentős újratervezést kellett csinálnunk. A probléma pedig, hogy a szar és a még szarabb között lehet csak választani. Hogy mennyire jön jól ki a lavírozás, az majd menet közben kiderül. Egy dolgot viszont elmondok, hogy innen semmilyen más variáció nincsen, kerékpárral kell visszamennünk. Látták a 2018-as Dolomitok közt című túránkat, vagy pedig a 2016-os Alpok Kommandó, tudják, hogy ilyenkor azért szoktunk trükközni, például vonatos segítség, vagy egyéb más. Sajnos itt ilyen lehetőség nincs. A ciklon tevékenységgel pedig az a baj, hogy még várni se igazán van értelme, mert ez nem megy el, mint mondjuk a hidegfront, hanem amíg ki nem esi magát, az addig itt fog tesperni. Jelenleg a tenger azt az igazi klasszikus formáját mutatja. Olyan görögös, mediterrános, de van egy olyan gyanú, hogy nem sokára lesz ez még így se. Akkor nézzük a dilemma tárgyát térképen. Előjáróban el kell mondanom, hogy már nem a túra a cél, hanem a minél hamarabb visszajutás. Mégpedig az autóhoz, ami itt van, Spárta mellett, Mistrasba. És akkor mutatom, hogy mi jelen pillanatban itt vagyunk. Leonidio, Placca Beach. Bár a térkép elég nagy felbontású, de azért érzékelhető, hogy igazándiból olyan túlságosan messze ez nincs egymástól. Hát a legrövidebb úton az egyébként ez, vagy esetleg ez, 89-90 km. Majdnem méterre pontosan egyébként a két út, ugyanannyi. De mi ezzel a fő probléma? Mutatom. Ez. Úgy hívják, hogy Parnonas. Az előző napokon már részben érintettük, ez a Peloponnesoszi félszigetnek a másik legmagasabb hegysége, a Taygetos nyugatra van, közte az Evrotas medence és itt pedig vége a Parnonas. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a legesleg északi pontjától, Korintosztól végig tart a legdélegi pontjáig, különböző előhegységei vannak. A főgerince viszont, itt tessék figyelni, 1934, itt van pont. És ugye nekünk itt kellene átjönnünk. Magyarul az igazán nagy gond az, hogy nem csak simán kell mennünk, és még hegyet mászni, hanem nagyon magasra is kell menni, ami egy ilyen ciklon tevékenység közben igencsak gázos lehet. Konkrétan Leonidiótól egy kanyonon keresztül nagyjából idáig, aztán itt jön egy nagyon látványos szerpentin, a túránk egyik leglátványosabb része az Oktos szerpentin, megkerüljük magát az Oktos hegyet, és megyünk Kozmászra. Ez a szintkülönbség 1300 méter. Tehát majdnem, hogy már egy Alpok hágót is megbecstelenít, utána pedig a főgerince, lehet látni, hogy hol, 1957, majdnem 2000 méteres csúcsok között kell lejönnünk Irakiba. Itt ez nem egy siba terep, jól látszik, hogy összevíz a kanyarok, tehát ez tulajdonképpen a Parnonas nyugati elődombjai, előhegyei, föl le hegyvidék, és utána pedig érkezünk Spártába. Mondom hozzá a körítést. Ezt mindenki képzel el úgy, olyan időjárási körülmények között, mint mikor így slaggal locsolják az embert. Mikor a tüntetésen vízágyúval oszlatnak, mert az jön. Az igen, az frizura. Már kiadták a vörös viharjelzést a területre, árvizek és felhőszakadások is várhatók. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mit csinálhatunk. Hát az jól látszik, hogy nem indultunk neki a távnak, mivel már így is van egy nap késésünk, egyetlen egy puffernapot tudtunk végbeiktatni. Addig itt maradunk, hát ha a java mai a folyamán lemegy. És akkor mondanám, hogy mi a terv. Délig van időnk mozogni talán, utána valószínűleg már fedett helyre kell menni. Két dolgot csinálhatunk. Ez volt a tegnapi program. Elmehetünk esetleg errefelé, itt van Politra. Ott a varkocsos mögött, hogyha végignézünk, akkor lehet látni, hogy ott van bent a falu. Ez nem egy nagy program, de lehet, hogy egyébként többre amúgy se lesz idő, a fene tudja. A másik, Leonidió fölött, már tegnap emlegettem a Hot Rock sziklát, illetve annak a megmászását, ott van egy látvány szerpentin. Ott tessék figyelni, ott cikcakúzózik fölfelé. Ez egyébként egy zsákutca. De hogyha valakit érdekel, akkor ez élőben is látszik. Ott van, ott. Tehát ez lenne a B verzió. A harmadik, ami pedig nagy valószínűséggel befutó lesz, az az, hogy elindulunk észak felé a tengerparton, és talán
el tudunk jutni idáig, Tiruig. Hát ezek a lehetőségek. Az más kérdés, hogy a túratársam még mindig döglik, pedig ezt a nagyon kevés időt ezt ki kellene használni. Van egy olyan gyanúm, hogy lesz még időnk pihenni. Most megyek vissza, megkonzultáljuk a dolgot közösen, aztán pedig az lesz, amit akarok. A kemping éri a szokásos életét, Covid helyzetnek nyoma sincs. Maszkot senki nem hord, 2 méteres távolsággal nem foglalkoznak. A vendégek 100%-a karavánnal van, nem érdekli őket az időjárás. Kibekkelik, elsziasztáznak, aztán majd visszajön a jó idő. Igen, visszajön. 5 nap múlva újra beáll a száraz évszak. És valószínűleg már nyár végéig. Nem tudom mennyire tükröződik jelen pillanatban ez a helyzet, és ahol a piros kereszt van, ott vagyunk. Ami pedig az elkövetkezendő napokra várható. Szerda, itt van egy látszólag üres járat, de ugye ez a tengerpart, nem a hegy. Itt megpróbálunk átugrani a hegyen, tehát holnap, utána továbbra is tart a szar, egészen vasárnapig, és akkor mutatnék egy 14 napos időjárást, csak úgy elrettentésképpen. Éme. Tehát ez van most, és innentől pedig ez következik. Na, ezt hívják szívásnak. Még egy dologra hívnám fel a figyelmet, Thunderstorm, very dangerous, és helyi árvizek is várhatók. Na, ezzel kapcsolatban van történet, majd menet közben. Megtesszük a biztonsági intézkedéseket. Oké. Idézet következik Facebookról. A boldogság olyan, mint tengerparton állni. Én nem tudom, hogy hol lesz ennek a legalja, hogy bárki kitalál valamilyen nagyon nyengén hangzó közhelyet, azt idézőjelbe teszi, és már ő a költő. És hogyha ezt posztolja, ekkora nagy betűt kell, akkor utána azt több ezeren lájkolják. Én nem tudom, hogy ki pidősít ez, hogy azok, akik ezt írják, vagy felteszik, akik posztolnak, vagy akik lájkolják, ezzel most ne foglalkozzunk, viszont tényszerűen most mégis igaz, mert a tengerparton állunk, és boldogok vagyunk, de nem azért, mert itt a tengerparton állunk, hanem azért, mert ha körbenézünk, még nincs itt a szaridő. Úgyhogy bónusz program következik. Indulás. A tegnapi vacsorázó helyünk élesítve. Most éppen át a vasárnap reggeliző helyét, de attól még egészen jó. Kikötőt elhagyjuk, és most pedig az következik, hogy végig kellene kocognunk a beachen. A probléma az, hogy a beachen nincs út. Itt a homokba kellene végtolni, ráadásul ott nem is biztos, hogy van átjáró. A harmadik pedig, hogy ami gázos lehet, és nem csak a mai nap folyamán, hanem akár még a holnapi nap, sőt a holnapi nap még szerintem ettől is jobban, az az, hogy a hátsó kerekem azért szivárog. Nem komolyan, de most is kellett belefújni. Ugye ezt tegnap kezdte, előtte végig folyamatosan jó volt. Tehát ez valami nagyon, de nagyon búvó defekt. Térképre tekintve, illetve a GPS-re tekintve, a gond most is az, mint a szemtán vagy 4 nappal ezelőtt, mikor a Kremidi torkolatnál voltunk, hogy óriásit kellene kerülni, hogy ott tovább tudjuk menni a parton. A beachen nincs átjáró. Viszont én addig ügyeskedtem otthon a GPS-en, míg rajzoltam azért egy utat. Nem föltétlenül biztos, hogy simán fog menni, egyébként itt van a kempingünk. Lehet, hogy lesz egy rövid válomvívő szakasz. Szerintem odafelé még megoldjuk valahogy. Viszont ha visszafelé szakadó esőbe jövünk és megindul az ár, na akkor ez már gázosabb lesz. Előre tekintünk, akkor itt a tengerparti régióban még elfogadhatónak tűnik az idő. A tenger felé kimondottan jó is. Viszont befelé, Leonidio irányába, illetve a kanyonba már, a kanyon fölött inkább úgy mondom, már gyűlnek a rossz felhők. Mondtam, hogy rossz emlékek, de egyelőre az emlékek még nincsenek. Azok majd akkor lesznek, hogyha túléljük őket. Mélem azért nem lesznek annyira rosszak. Leonidio közben már látszik a város, kicsit felépült ugye a hegyoldalba, remek fotótéma. Csinálok azért egy körbefordulást így a Red Rocks-nak a déli letöréséről, csak azért is, mert holnap már lehet, hogy nem tudok, és akkor Leonidio pedig ott van bent fentről, is láttuk,
Azt nézem, hogy az ott micsora, azt nem igazán tudom kivenni. Ráközelítek, aztán majd otthon megnézem. Előfordult, hogy egy valási intézmény lesz. Itt kanyog befelé a Daphne kanyon, 16 kilométer, nagyon ütős, nagyon látványos. Hát ez lett volna ma, átterveztük a programot. Azon gondolkozok, hogy a teleszkópot meg nem ártana kilokkolni, mert most így üres a bicikli, és ráadásul még tele is durrantottam az elsőt, meg a hátsót is újra, ezért igencsak ráz. Az út minősége sem tökéletes. Mindegy, egyelőre haladjuk, aztán majd meglátjuk. Az idő 3:10. Nem mondom, hogy nem kellett volna hamarabb elindulni. A kolléga egy kicsikét tovább heverészett, nem akartam felkölteni. Meg bevallom, én is jól el voltam a csobbanással. Közben az van, amire számítottam, hogy lejöttem a Daphnonnak a medrébe. Tehát jelen pillanatban itt vagyok a torkolatnál a mederbe. És szerencsém is van, mert átjárnak, tehát van út, jól látszik. De most jön be a probléma, hogy mi van akkor, ha majd megindul a víz. És ezzel kapcsolatban emlegettem, hogy van egy történet. Jól látszik különben, hogy nem gyenge a meder, tehát itt azért tud jönni a víz, hogyha esetleg úgy érünk vissza, hogy már lezúrult fönt valami, és ez itt megindul, akkor itt nagyon nagy kerülő lesz oda befele Leonidióba, már pedig a szakadó esőbe, az szinte biztos. Követem a otthon berajzolt útvonat, ami egyébként spontán volt berajzolva. A vége lesz majd egy kicsit izgalmas, fölmenni a főútra, ott lehet, hogy lesz egy kis tolós rész, de nem baj. Ami érdekes, hogy a delta teljesen be van épülve, pedig ez abszolút ártér, tehát ezt lehetett látni. Narancsok mindenhol, illetve padlizsán ültetvényeknek kell is le lenni. Egy kis enyhe hátszél, ami nem baj, a sziklák fantasztikusak, sárvédőm viszont nincs se hátul, se elől. Nem tudom, hogy a kettő hogy kapcsolódik össze témakörüleg, de attól még így van. Ráadásul ami nagy gond, hogy hozhattam volna, mert otthon van, de úgy voltunk vele, hogy hát itt nem fog esni az eső, nem szokott. Olyannyira nem, hogy statisztikailag a május a Peloponnészoszon még 4 nap csapadékos időt tartogat, a június pedig már csak 1 darabot. Most jön 6. egymás után, és ami ettől még elkeserítőbb, az a statisztikai 4, illetve 1 nap, májusban, illetve júniusban, ilyen alig pár milliméternyi csapadékot jelent csak ezeken a napokon. Csak ma 40 várható. Főút, az itt megy velünk párhuzamosan ott a hegy alatt, de nem tudunk felmenni, és tulajdonképpen most menetiránynak visszafelé megyünk, mert nekünk majd a tengerpart kell, tehát konkrétan arra, de muszáj megcsinálni egy kerülőt, mert van egy part. Megélhetési bringás, mert gondolom, azok csak itt a deltában tekeregnek. Van a leágazás. Jó. Valahogy csak kivergődünk. Szóval, hogyha fölnézünk a hegyekre, mindkét oldalról beszélek most, akkor a megélhetési bringásoknak ez nem a paradicsomuk, mondjuk úgy. Sportbringásoknak már sokkal inkább, de azokat meg nem látni. Kizárt, hogy vannak. Mi még nem tudtuk szétszózni, egészséggel nem is fogunk tudni. Jön a fekete leves. Mészi már előre örül itt mellettem. Ennek tolás lesz a vége. Nekem van egy ilyen gyanú. Indulnak a tűzszerzések felfelé. Ilyen nevük van. Daisy Wall, Red Wall, illetve Yellow Wall, igaz, az is volt. Azért ez utal valamire. Nem tudom különben, hogy ezek inkább hegymászó útvonalak lehetnek, mert vaddisznó legyek, hogy itt valaki csak úgy simán, normál mezőmódon itt fel tud menni. Egyetlen lyukat látok, ott talán ott van egy ilyen letörés, és ott azért az mindenkinek megvan, hogyha valaki feljut, mindegy milyen módon, akkor milyen kilátás van. Látás már most is van, csak egy kicsit nyíljon szét a susnyás, ott arra. Tehát most látjuk a teljes Daphne deltát, jöttünk át rajta. És akkor jöjjön a sztori, ami akár vészesen aktuális is lehet most. 2010, filmforgatás, itt Egyesült Államok, Hollywood, itt a stáb,
Nick Nolte-t hozzák, ő a film főszereplője, Elveszett Arkádia. Nem tudom, látta-e valaki? Messze van tőle, nem tudom megkérdezni, én nem láttam. A film szerintem valószínűleg történetek felejthető lehetett, mert különben emlékeznék rá. Mi a forgatás alatt történt, az már sokkal emlékezetesebb volt, mert bekerült a híradóba. Stáb ugyanis teljes filmes felszerelést bepakolta a Daftonnak a medrébe. Tehát mutattam, ahol átjöttünk. Augusztusról beszélünk, akkor itt már egy csepp eső nem esik. Hát nem nyert. Mint ahogy sajnos a mi túra tervünk sem nyert. Óriási vihar kerekedett fentről, Daphnon megindult, és a teljes, komplett filmfelszerelést bemosta a tengerbe. Hogy Nick Nolte mekkorát úszott, vagy mekkorát nem, erről nekem most nincs információm. Én viszont biztos, hogy fogok úszni, addig, amíg még tart az aránylag jó idő. Tenger felől mindig kék az ég, ugye ezt beszéltük. Viszont ha hátra tekintünk, akkor már ott a Dafton felső részén ott vannak a felhők. Ez azért jó szemem van, tehát még ott sem esik. Ez nagyon hamar lehet akár változás tárgya is. Viszont hogyha lenézünk, akkor most itt hosszan a Lacoste Beach-et látjuk. Emlékszik mindenki, hogy mondtam, hogy két rész van. A Dafton egyik fele, másik fele. És hát hasonló különben. Annyi a különbség, hogy itt már nincsenek kempingek, hanem leginkább magáházak vannak. Üdülők, nyaralók, illetve bentebb a szokásos ültetvények. Térképen lehetett látni, hogy mi a terv. Végül azt a változatot választottuk, hogy megyünk fölfel a tengerparton. Nekem inkább az az oka, hogy a legnagyobb esély arra, hogy talán kifogjuk még minél tovább a jó időt, az a tengerparti rész. Bármelyik irányban fölfelé megyünk, hogy a hegyeket választjuk, az már gázos lehet. Az is jól látszik, hogy nem gyengének indul a túra, ott szembe határozottan megy föl. A tengerpartos túra feeling az elég szépen erősen játszik. Ami még játszik a domborzat, nem lesz gyengusz, de hát ez vagyunk szokva már 11 napja. Nagy távot az idő rövidsége miatt nem tudunk menni. A határozottabb haladás mellett szól az, hogy nincs csomag. Nem mondom, hogy könnyen tudok így hajtani, de azért akkor is nyilván könnyít. Fürdőbúgyiba vagyok öltözve. Csobbanás lesz a főprogram. Másik, hogy szarrázásra készülök. Jó a táj. Láttam egy kört farigcsálni, most gyorsan rögtönözve a helyi adottságokból. Hát nem legy. Itt a parton még oké, megy az út egészen föl Argoszig, ez még oké is lenne, de most vagy az, hogy itt jövünk vissza, vagy pedig fel lehet menni Argosz felől is ennek a hegynek a tetejére, de van egy bibi. Nincs összeköttetés a fent található kolostor, ahova ugye ez a Red Rock Serpentine megy innen Leonidióból, illetve az Argosz felől feljövő út között. Nem kizárt, hogy egy expedíciós túra keretében ezt fel lehetne deríteni. Ilyen körülmények között ez szóba sem jöhet. Szóval marad az oda-vissza, amit én személy szerint annyira nem csípek. Ami viszont aggasztó, egy picit meg is lepett, az, hogy itt ki kell mászni egy hágót, mégpedig egész komoly szerpentinnel. Leginkább az a baj, hogy ez majd visszafelé is meg kell, hogy legyen. Ugye a visszafelé körülmények már korán sem várhatók ennyire rózsásnak. A kollega elhúzott itt mellettem, akkor térünk rá a résztvevő bemutatására. Pám átlagban 3 hetenként nézte újra a piszkos 12-t. Kérdeztem, hogy mi tetszik ennyire neki benne. Azt mondta, hogy az, hogy mindig ugyanazok a szereplők. A mai világban már ez sem igaz, mert agybapővé gyártják a remékeket. Ugyanaz csak más szereplőkkel, és általában mindig sokkal szarabb is lesz. Tudom, hogy apám mit értett ezen, viszont visszakötve a mi filmünkre, a szereplők ugyanazok. Ides tova már 11 napja. Előttem Mészi, borsoni nehéz fiú, ráadásul a vadabb fajtából, északról. Nehéz fiú, ebben esetben szó szerint is kell érteni. Mert van benne kiló is, meg van benne centi is. Mindenki értse úgy, ahogy akarja. Ráadásul még profilból hasonlít Tom Hanks-re. Olyan 12%-ban van benne Ritkai Gerge is. Az állandóságot ezúttal továbbra is Gobrankó képviseli.
aki már lassan 12 éve kobrankó folyamatosan. Kommentben most felmerült, hogy miért nem változtatok nevet? Már unalmas. Most eszembe jutott az az ősrégi vicc, hogy a szocializmusban a fickó bemegy, hogy ő nevet szeretne változtatni, mert nem tetszik neki a név. Kérdezik, hogy hívják? Azt mondja, Kádár János. Szeretné változtatni? Hát valami szebbre. És mire gondolt? Szar Jánosra. Én Szar Jánosra egyelőre nem változtatom, viszont egyéb másra se. Felnézzünk meg itt a vörös sziklákra, elég vörösek, az ténykérdés. Gyakorlatilag megkerültük a teljes hílt, most a keleti oldalát láttuk egy jó másodpercre, ami pedig még érdekes, hogy teljesen legurultunk itt ebbe az uvalába, és már mászunk is föl. Itt a hosszas monológ közben, ha valaki figyelt, akkor azért jobbra bent voltak már érdekes dolgok, leginkább a tenger felüli oldalon. Egészen jól kinéző beach. Én találomra már ki is neveztem reggelizőhelynek, de egyébként, ha már reggelizőhelyeknél tartunk, a profi reggelizőhelyeknél, akkor ott fent a csúcson is látok egy szanetlit. Kár szóba is jöhetne, de azért a tenger mellett, a tenger parton illik reggelizni, meg egyéb más bármit csinálni. Utakon inkább csak szopni kell. Már szopni lehet a tengerparton is, de ott inkább a hagyományos értelemben és lehetőség szerint ne nagy nyilvánosság előtt. Ott szembe az autók, hogy jönnek le, hogy megkerüljük a nagy uvalát. Itt van szintén egy bics, de most nem erről beszélek. Az egyel odébb van. Nem rossz különben ez a hely se. Különösebben nem is lenne szivatás lemenni, mert a Zuhanyakánál, tehát onnan nincs nagy szint. Az út is lemegy teljesen tengerszintre, majd abba az irányba. Hi! Hi! Normal? Normal bike? Yeah. No electric? Yeah, yeah. You live here? Or? 6 months here, 6 months in France. Yeah? Yeah. Uh-huh. Are you French? Yeah, yeah. And you? We come from Hungary. Hungary. The bikepacking currently stayed at the camp. Yeah, yeah, yeah. Today is very condition is very heavy rain. Yeah, yeah. Cosmos in go up. Yeah, yeah. The mountains is not really good. Difficult. Yeah, yeah, yeah. Good luck. Idős kolléga, mondjuk úgy. A fél évet itt tölt, fél évet Franciaországban. Mondjuk kicsit furcsa, hogy pont nyáron van itt, mert akkor Franciaországban is jó idő van, és hát itt szokott bringázgatni. Alpes-Maritimes régió ott lakik, mondtam neki, hogy többször voltunk már ott, nagyon jó a hely. Kicsit furcsa, nem, hogy majdnem tök ugyanilyen, mint ez, és akkor ide jön innen. Mindegy, hát, de itt biztos, hogy jobb idő van, mint Franciaországban, bár még egyszer mondom, ott is jó idő van most. Bár ha pont a mai napot nézzük, itt kitárgyaltuk fel az időjárást, és ugyanazt mondja, amit tudunk, nem lesz fasza. Hát mindegy, a parton az ég egy atta világon senki nincs. Sétálunk a másik oldalra, ugyanis ami nekünk kell, az én arra gyanakszom, hogy az itt lesz. Megfelel? A neve a helynek Lakó Szimpatiki Beach. Kérdezem Mészi, hogy szimpatikus neked ez a Szimpatiki Beach? Ezt fogjuk rá, fogjuk rá. Ívesen oda legurulunk, és akkor megejtjük a reggelizést, és hogyha valaki azt kérdezi, hogy én vajon fogok-e ott csobbanni, akkor egyelőre titokban tartom, de tippelni lehet. A télapó ezzel a gravel típusú géppel volt, nem tudom, láttad-e. Én szerintem ez egy nagy paraszbutítás, most ez divat lett, mindenki orvézésig veszi. Ez egy ilyen keverék akarna lenni a versenybringa, meg a, mit tudom én, trekking, meg egyéb más mountain bike is, mert ugye a vastagkerék, meg minden, a koskormány, hogy hozza azt a feelinget, tudod, mint hogyha versenybiciklin ülnél, meg messziről is úgy látszik. Valójában az egész csak arról szól, hogy most megint mindenki menjen, aztán vegyen bringát. Valamit aztán azt el kell adni. Ja. Ezek a hibrid gépek, ezek általában nem jók semmire. Vagy inkább úgy mondanám, hogy mindenre jók, de valójában összességében semmire. A jobb inkább célirányosan vásárolni gépet, arra a fajta sportágra, fajtára inkább úgy mondanám a kerékpározáson belül, amit az ember űzni akar. Itt van rögtön Mészinek ez a nagykerekű mountain bike-ja, ez a nagykerék is csak egy ilyen átverés, mert hogy hát, ha majd a trekkinget helyettesíti, de hogy helyettesíti. Egyáltalán nem. Tehát túrázásra, trekking, crossbike, és akkor ki is fújt. Mindennel lehet mindent csinálni, én aláírom, mert én is montiztam. Én is jártam 12 éven keresztül csomagos túrára mountain bike-kal. Mikor átültem erre,
akkor jött a nagy koppanás, mint Trabantból Mercedesbe, úgy körülbelül ez. Lako Simpatiki Beach, és aztán Tiros abba az irányba. Hú, azért nem legyen a dobozot, ez egyértelműen látszik, tehát ha tovább akarunk menni, akkor az már erősen rizikós, mert hogy vissza is kell jönni. Nincs oda hely. Ide is ki kell mászni, és itt is van legalább, vagy hú, nem sok, 50 méter. Ennyit még kinyögünk valahogy. Minden oldalról érdemes fotózni. Inkább majd visszafelé, mert az a biztos, mikor már megvolt a csobbanás, mert bármi történhet itt a hátunk mögött. És a hegyektől ráadásul még nem is látjuk. Úgy fog működni, hogy egyszer csak egy dörrenés, így hirtelen a semmiből, aztán már zuhany. Tehát, hogy a másik oldal is van kilátás, akkor meg fogok sértődni. Már pedig van. Tehát magyarul egy földnyelven jövünk be, jól látszik, itt egyszer, itt pedig itt. Egy mini hágó, azt majd másszuk újra, ugye, tudod? És akkor most aztán már végérvényesen megyünk le. Mondom, hogy nem csípem az ilyen helyeket, sőt, kimondottan tetszenek. Hangzik, de most, hogy így eltelt már tizenvalahány nap, és jövünk bele, egyre jobban élvezem már az itt tartózkodást, pedig általában már ilyenkor, így 10 nap elteltével beszoktam sokalni a tájtól, bármennyire is tetszik. Most sajnos, főleg így, hogy kicsit megpendült az, hogy rosszá íz lesz a vége, állj meg, ráadásul talán még ütősebb, mint eddig, úgy kezdek elkeseredni. Hát a hely az fantasztikus, tehát ez ténykérdés. Fent is egy jó hely, de azért csak vezekelődünk a partra. Itt tolós, az neki futásból jön, nem helyből? Mondtam neki, hogy jöjjön, megnézzük, hogy szenved, mi? Ós, katrotyi! Minden görögnek a helyi lakosoknak ilyen szarjaik vannak, de használják. Na, így néz ki az egész, gyakorlatilag az ég egy adta világon senki. Tudom, hogy az önálló települése van kis templomocska, vagy pedig egyszerűen csak egy beach a hozzátartozó infrastruktúrával. Egyetlen egy ilyen étteremszerűség van itt. Bevágjuk a jó öreg frappés trükköt, magyarul, hogy rendelünk frappét pár euróért, és akkor onnantól gyakorlatilag már meg is vásároltuk a faszakis tengerparti reggeliző helyünket. Ez itt is limonádé. Az sem biztos, hogy rossz. Na nézzük szét. Ilyen Louis de Funé kinézetű görög volt. Az Istennek nem akarta megérteni, miket magyaráztunk neki, de azért úgy néz ki, hogy most már rendben lesz. Kár lenne tagadni. Szimpatikó a hely. Hogy stílusos legyek, de úgy döntöttünk, hogy inkább kijövünk kintre. Ott egy kicsit hűvös van. A hűvösből meg van egy olyan gyanúm, hogy nem sokára nagyon elegünk lesz. Bevallom, hogy először jobb lett volna egyet csobbanni. Picit részletesebben is átnézzük majd mindjárt, hogy miket lehet bevállalni. Egyáltalán mit kockáztassunk, mert az jól látszik, hogy azért van mit kockáztatni. Ott megy az út, ott jöttünk lefelé körbe. Másodpercben már érkezik is a frappiénk. A tegnapihoz képest talán, mintha egy kicsikét olyan sötétebbnek tűnne, nem? Lehet, hogy kávisabb lesz, ezt pont jobban szereted. Aha. Thanks, very good. Nézzük a jó öreg lukumit, mint táplálékkiegészítőt. És van tejünk is, de egyelőre egy sunyin fordítom, hogy ne nagyon lehessen észrevenni. Ugyanis ez kakuktojás, zsákba macska. Már eleve a színén is látszik. Következik a reggeli, és akkor rögtön felteszem az első kérdést. Mi lesz vajon ma? Rántott levegő zsírkrétával, sült víz bringaolajba pácolva, vagy pedig kobrankó keksz különleges tejjel. A kérdés egyelőre maradjon költői. Mielőtt több bármibe is belefognánk, nézzük a lényeget. A frappié. Figyeled, hogy hatott rám az, hogy a franciával találkoztunk. Frappié. Uh-huh. A frappi az abszolút klasszik, tehát ott látszanak a jégkockák, benne vannak ezek a, nem tudom, csoki darabok ezek, vagy mitnek kellene ezeknek lenni? Uh-huh. Van ugye a felturbózott ilyen habosítás, és itt meg külön van hozzá még ez ilyen tejecske, vagy tejszi, vagy mit tudom én, micsoda, és a cukrot pedig megint külön rakták, és akkor itt van a tej. Normál kávéba egyet állítólag. Nem tudom, én nem kávézok, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy amit ide kiraknak és ingyen van, az megy bele. Nagyon úgy néz ki,
hogy ez most mintha jobb lenne, nem? Mint a tegnapi. És még turbózzuk is. Nekünk ezek a frottinger németek. Teljesen helyiként mozognak itt. Dumálgatnak itt a görögökkel, meg minden. Én arra tippelek, hogy ezek ilyen nyári időszakban ugyanúgy a francia itt vannak, nem? Nyugdíjas éveiket itt töltik. Simán el tudok képzelni. A Cobranco Keks természetesen abszolút költői volt, mert annak már én régen a seggére vertem, viszont következik egy ilyen, mindjárt kóstolom. Hát, milyen frappáns nevet adjak neki. Mészi féle nyögvenyelő. Az jó. Így elnézésre, a száraz kutyaszarnak néz ki, de van iszapoltatva narancssal, tehát ez ragacs. Ragad a kezemhez, de arra azért kevés, hogy az állaga jó legyen. A narancs íze azért természetesen megvan. Azt, még mielőtt úgy jobban körbe tekintenénk, húzzunk már be a köztudatba ide a képernyő közepére ezt. Amivel fenyegetőztem itt már az elejétől. Nem tudom, hogy ez a fickó itt szembe, ez hasonlít-e valakire. Inkább úgy kérdezem, hogy ismerőse valakinek. Vészi, hogy hát ha tükör, akkor igen. Hát annyit tudok erre mondani, hogy név szerint nem ismerjük az illetőt, viszont én kecsketejet még az életben nem ittam. És most mivel ezt itt láttam, nálunk nem tudom, van, hát így bemész a, de így csak is simán bemész a közérbe, így van. Úgy azért nem lehet, hogy ilyen különleges boltokban, vagy akárhol van. Isteni ez a frappé, még kicsit még majd túlcukrozom, hogy jól tudjak tőle fosni. Szóval én úgy döntöttem, hogy hát ha valahol, akkor azt itt kell megkóstolni, nem? Mert hogy ugye itt azért van elég kecske. A környéken. Hát most mindjárt kóstoljuk, leginkább én. Picit átnézzük, hogy hogy van, mi van benne. Kis sütike, foltokban, tartalmaz narancsák már, de csak nagyon foltokban. Kaptunk egyébként a frappéhoz a szokás szerint hidegvizet is. Ez egy jó pont. Ha nem jött volna, akkor már reklamálnék. Hát, ez görög. Fickó túlja be magát a vízbe. Legalább leteszteli nekünk, hogy körülbelül milyen mély, mert nem nagyon jöttünk rá. Nyilván ott a hajós oldal az igen. Teljesen fasza lesz, hogy itt be is pattanunk. Nézzük. Hát, az látszik, hogy 3,5% a fat. Ez minimum, nálam ezzel kezdődik. Ez nagyon jó, ez a frappé. Határozottan jó. Állítsuk fel gyorsan az ivókúra sorrendjét. Víz, tej, frappé, fertőtlenítőszer. Mint mondtam, ami az asztalon van, mindenbe megy. De minden. Úgy döntöttem, hogy a kecske megúszta ma. Elég sok minden van itt folyadék, úgyhogy elrakom holnapra, már csak azért is, mert 8. 20. lejárata, tehát ez tulajdonképpen UHT. Ez egyik. A másik pedig az, hogy rajtunk kívül csak németek vannak most kiderültet bent a üzletbe is. És hogyha a számot kell nevetni, hogy tulajdonképpen kik járnak Görögországba, akkor ugye alapból is a németek, mindenhol. De hogyha itt csak külön lebontjuk Peloponészoszra, akkor meg csak azok, igaz? Tán egy-két osztrák volt, de tulajdonképpen kifújt. Lehet, hogy főszezonban nyilván ez másképpen van. Magyarokról tudok úgy általánosságban nyilatkozni, azok ide nem nagyon jönnek. Az öreg kifogott egy ilyen, hát mit tudom én, fél snecit? Körülbelül nem egy méretes pont az egyszer biztos, de hát itt csak a horgászás élménye a lényeg. Nem gondolnám, hogy nem tudnák kifizetni. Tanulmányozzuk a térképet. Itt látszik, hogy innen indultunk, és itt vagyunk most. Itt volt egy kis logisztika, mire kivergődtünk a főútra, de szerintem ezt jól lehetett látni, ez majd még visszafelé is meg lesz. És itt a négyesnél van egy ilyen ágó, azon átmásztunk, ugye ez volt ez. Ez visszafelé meg lesz, és nekem az volt a tervem, hogy Tiruig följövünk, az körülbelül itt még ennyi. Hát nagyjából egy ilyen tízes lehet, de látszik, hogy a domborzat az továbbra is eléggé erős. Tirún van egy hosszú 3 kilométeres ilyen klasszik strand, ami több dologról is híres. A Gyorgyu nevezetű öböl van itt, ehhez tartozik maga Leonidio, illetve itt ez pedig a Zaricsi öböl lenne. Tiruban egyébként más egyéb különlegességek is vannak. Hát ennyi van. Ha a teljes utat szeretnénk megtenni, egész Aigos Andrásig, illetve egy kicsit fentebb van Astros,
ha valaki nem tud rá, azt az onnan híres, hogy ott írták a görög alkotmányt, körülbelül egy olyan 10 éven keresztül. Nálunk a Fidesz egy kicsit gyorsabban összecsapta, úgy tudom, hogy Szájer Budapest és Brüsszel között a vonaton írta, igaz? Igen. Körülbelül nagyjából egy olyan, mit tudom én, 4 óra alatt. Hát nálunk ez így megy. Ha valaki nem tudná, az a Szájer, aki az esőcsatornán menekült csupasz seggel egy buzibárból. Mikor írja az emlékiratait, a Szájer összest, akkor ez is benne lesz. Alkotmányírás, első pont, második pont, menekülés a buzibárból. Megint tüvöltenek egy csomó habzószájú, hogy ezek már megint politizálnak. Mióta politika ez? Ezek tények, ezek vezetik az országot. Ott tartottunk, hogy Asztrosz, ősi város. Ott van ez az Ágyasz András, ez a kiszolgáló személyzete, úgymond Asztrosznak. És akkor amit itt látunk még hosszan, ez az Argóli öböl. Argóli Szaróni öböl hivatalosan, és itt vannak a Szaróni szigetek. Hogy ezekből funk-e párat látni, vagy sem, az nagyon jó kérdés. Ami hozzánk legközelebb van, az a Spetszes, és ha jól megnézzük, akkor lehet látni, hogy akár körbe is lehetne kerékpározni, hogyha úgy gondolnánk, van rajta egy nagy hosszú település, és hát egy 248-as hegy, ami nem föltétlenül biztos, hogy kicsi, de mondjuk például, hogyha itt fölnézünk, akkor hát az se sokkal nagyobb, nyilvánvalóan minden csak függőleges dimenzió kérdése. Hát közben azt veszem észre, hogy folyamatosan iszom a vizet a frappéra. És akkor most itt a kollega felvilágosított, aki igazi megszállott kávés, 4 darab naponta, és nem is ebből, hanem az erősből, hogy a kávénak vízhajtó hatása van, és ezért itatja magát úgymond vízzel. Ez érdekessége egyébként még, hogy úgy tudom, hogy albán lakossága volt a középkorban, és valami Badmeg Biliola, vagy valami ilyesmi volt a nagyfőnök, aki egy kereskedelmi flottát tartott, és ez a kereskedelmi flotta, amikor hirtelen jött valami balhé, akkor azonnal hadiflottával alakult. És ezért Spetszes nem is igazán tudták normálisan bevenni senkik, tehát ez egy ilyen elszigetelődött, ilyen kis mini állam lett. És még egy dolog, hogy most ilyen pillanatban 4000 fős lakosságával tulajdonképpen erre alának sűrűn lakott szigetnek lesz számít, látszik, hogy egész hosszú a város is, és tele van cédrussal, cédruserdők vannak. Ezt pedig egy milliomosnak köszönheti, aki ide költözött és betelepítette az egész szigetet, és innentől a neve Zöld sziget. De hogyha már nézelünk itt a térképen, akkor még egy érdekességet mutatok, szerintem el lehet olvasni, Porto Heli. Ez a kis laguna rész itt, ez. Ott egy 10-essel meg is van csillagozva, ugyanis itt a térképen vannak leírások is, tehát van egy rövid ismertető is. Porto Heli, ez egy ilyen klasszik laguna, bulizóhely. Érdekessége, hogy ilyen sekélyöbből is tétemszerűen akkor fürdésre, meg egyéb minden másra totál alkalmas. Különben, még egyszer mondom, tiszta időben ezt a területet végig látni, sőt, láttuk is, mégpedig Fokianónál, tegnap reggel, emlékszel, láttunk a szigetből egy keveset, mikor itt kimásztunk, de aztán kezdett egyre jobban fülledni, és ahonnan igazán jó látás van, az innen lenne fentről, Kozmászról, erről a szakaszról. Ez már 1000 méter fölött van, ugye ez lett volna a mai programunk, kimászni a szerpentint és ide feljönni. És Kozmász, azt tulajdonképpen a Szaróniből Erkélyének is hívják. Hát az egészen biztos, hogy mi holnap, hogyha ide fölmegyünk, akkor nemhogy semmit nem fogunk látni, hanem egyáltalán az a kérdés, hogy túléljük-e, hogy egyáltalán oda fölmegyünk. Tehát summa-summarum a Lakka Beach-től, tehát a kiinduló pontunktól Tiruig körülbelül 15 km, ezt megcsináljuk visszafelé, és ezt jó lenne lezavarni egy olyan legkésőbb 3-ig élvezködéssel, túrázgatással, sportfeladattal együtt. 3 után meg nagy valószínűséggel jön az az önvíz. A németek, hogy bevonultak már oda, kitárgyalták a nemzetiségünket. Egyik oldalról jó hír, hogy rájöttek, hogy magyarok vagyunk. Egyébként már ez is jó hír, mert sokan meg fel se ismerik a nyelvet. Itt a környező országokban sem, például a Szlovákia északi részén se. Viszont azzal nem számoltak, hogy a mészi gyerek az ért valamit németül, és hogy mondjam, nem túl pozitív benyomást tettünk rájuk. Valószínűleg azért, mert én itten kicsit az átlagtól hangosabban ugatok. De kit érdekel? Közterület. Elviselik azt, jó napot! Következik a Trante. Lakó, szimpatiki beach.
hogy laknék-e itt vagy sem, az egyelőre maradjon függőbe, de hogy szimpatikus, az egyszerűen biztos. Nem tudom hányan figyelték, hogy milyen lassan mélyült, és ami szerintem így a filmen nem látszik, de majd én mindjárt mondom, hogy dögmeleg. De olyannyira, hogy az hihetetlen, ez pedig annak köszönhető, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint egy tó. Tehát egy totál zárt öböl, ott van egy kis lyuk. Ott van összeköttetésben annyi üteg. Sajnos a vízálló kamerámban betelt a kártya. Én hülye meg ugye azt nem hoztam. Persze van, csak a csomagban van, de most az egyszer pont nincs itt a csomag. Úgyhogy fasza. Remek. Azért mindig állnak össze a dolgok, hogy valami gond legyen, hogy valami probléma legyen. Most az történik, hogy bejöttem a nem vízállóval. Most nagyon óvatosan kell majd csobogni, hogy benne adja a kulcsot, mert azért van itt még hátra pár kilométer. Ja, mindenki milyen kék a víz. Fantasztikus. Még egy jó hír van, hogy a fölénk csúszott felhő, ami egyébként már tulajdonképpen részben viharfelhőnek néz ki arra föl, és igen, gyakorlatilag az teljes részt betakarta, az egy picikét talán abba az irányba visszahúzódott, úgyhogy arra, merre mi akarunk menni, arra kék. Nyilván ezzel csak saját magamat hitegetem most, hogy hát, ha ennyi az egész, de egy teljes Görögországot betakaró ciklon, az nem fog megállni itt közvetlenül fölöttünk, csak azért, hogy süsön ránk a nap. Gondolom van, megkordult a hasa, ami hát sok mindennek lehet a jele. Például az, hogy össze-vissza ittam mindent, és lehet, hogy fosás lesz a vége. Most ha nem érek ki, akkor bizony ez itt fog lebegni a víz tetején, és ezzel az a baj, hogy még lerázni se lehet, mert ha megpróbálok elúszni tőle, akkor jön utána, mint a kígyó után a farka. És bár túl sokan nincsenek, de azért minimális közönség lenne a produkcióhoz. Azt teszem észre, hogy itt élvezkődök a belső öbölben, átértem szinte már a másik oldalra, mert hogy ennyi. Itt vannak a halászok, a kis deregécskék, majd ezeket megnézzük közelebbről. Egyetlen olyan hobbi hajót látok ott, de különben ez a Lago Simpatiki Beach, illetve maga a kis öböl, az a új gazdag jachttulajdonos kedvenc célpontja, annak ellenére, hogy most jelen pillanatban egy darabot sem látok. Utolsó pillantás akkor majd arra, hogy ott fölmegyünk, ott az a pad, és akkor utána ívesen vég a hegyoldalban ott fel, ki, és akkor fel a főútra. Hát, így reggeli után, siesta után, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon fogom élvezni, de hát most mit csináljunk? Ahol hegyek vannak, ott sport is van. De ha nem van, akkor muszáj. Nagyon agresszív jön a felhő, úgyhogy attól félek, hogy a tervezett kis rövid programunknak is kaput lesz nem sokára, és a vége pedig esőfutam lesz már ma. De hát muszáj kockáztatni, ha már itt vagyunk. Úgyhogy pattanok kifelé, aztán húzzuk be, amit lehet villám gyorsan. Aztán nincs. Pár perc, aztán gyíj. Leonidio fölött, már onnan jöttünk, gyakorlatilag teljesen koromfekete. Nagy valószínűséggel már esik. Egyetés, ne essék, nem ússzuk meg. A nap az nagy valószínűséggel csak addig fog tűzni, amíg itt a 160%-on föl nem tekerek. Utána valószínűleg itt is romlik. Milyen jó lehet látni, ahogy a front vonul, és gyakorlatilag megtorpan a part mentén, és a tenger felé nem húzódik be. Egyszerűen a tenger nem engedi. Klasszikus. Jó a part. Gondolom, az is mindenkinek világos, hogy filmezés csak addig lesz, amíg el nem kezd esni az eső, mivel hogy a vízálló kamerát nem tudom használni a kártya hiánya miatt. Persze most lehet, hogy sokan beszólnak, hülyének, hát miért teszed át a kártyát, azt meg van oldva minden. Igen ám, csak hogy abban nagy kártya kell, normál SD, a kicsiben meg ugye a kicsi van, és adapterem meg nincs, illetve van a csomagba. A véletlenek együttes állása. Hány ilyen volt már a túránkon most? És a vége mindig megoldhatatlanná vált. És ez volt. De legalább az egyik megy. Üres biciklivel 11 nap után már úgy felbek a 18%-on, mintha semmi nem történt volna.
tartós edzés. Egyébként, ha hosszasan észak irányba, észak-kelet irányba tekintünk, teljesen nyár van, felhő nélkül. Ha átfordulunk, itt a gerincen jól látszik, ott a vihar. Mondhatnánk, hogy jó van, akkor meglógunk. Semmi gond nincs, amúgy is az a terv. Jó, ez oké, de tudjuk, hogy csodák nincsenek. Szóval ez csak ideiglenes megoldás. Ráadásul amilyen gyorsan most elbolt, itt gyakorlatilag egy fél alatt totál, nincsenek illúzióim. Ez sajnos nem ússzuk meg. Egy olyan pillantás lakó szimpatiki pics, visszafelé valószínűleg már úgy se látjuk. Mint említettem, több okból is, valószínűleg olyan köd lesz, hogy le se lehet majd látni, esőfüggöny, stb. Ezt a kamera se fog menni. Az történt, hogy Mészi asszont annyira fosik, hogy esetleg gond lesz a cuccokkal, hogy ő visszamegy őrizni a dolgokat. Lehet, hogy ő választ jól, én egy kicsikét még megyek. Tírgoszik kb. 10 km, aztán lesz, ami lesz. Egyedül vagyok, egyéb más problémák is lehetnek. Például ugye a gumi nem tökéletes, a ragasztókészletem nincs itt, mert a csomagban van. Belsővel ugyanez a helyzet. Akkor ugyan lenne, de autós segítség nincs közben, az jól látszik, hogy az útról letértem. Átjöttem egy hágón, megszopattam magam, mert ezek szerint lent is lenne út. Bizony a part mentén, tiszta szívás, hú, de jó ez a hely. Újabb öböl egyébként, és egy íves nagy kanyarral fordulunk megint. Két uvalát látok, de egyelőre itt az elsőnél nincs gond, mert különösebben nem megy le. A táj határozottan javul, eddig se volt rossz, amerre megyek az idő, sincs probléma, illetve hát próbálom nézni, hogy esetleg a szaloni szigetekből látok-e valamit, nem probléma. Fölöttünk a felhőfoszlályokból már egy-két cseppet kaptam. A gázás egyértelműen kódolva van, valószínűleg a teljes komplett front itt lehet a hegy fölött, csak nem látom. El kéne érni Tiroszt minél hamarabb, és akkor ott esetleg, ha úgy alakul, akkor beállni valahova, és addig is mindenképpen élvezködni, legalább az odafelé utat. A visszafelé út az egyértelműen keserves lesz. Azért azok a házak, épületek ott fönt nincsenek rossz helyen, hogy ezek tényleg falvak, vagy pedig egyszer csak kitelepültek oda a görögök a friss hegyi levegő miatt, azt nem tudom. Nagyon érdekes, hogy akik a tengerparton laknak, azoknak fent a nagy büdös zergebaszta részeken vannak a nyaralóik. A görögök pont fordítva működnek mindig, mert ugye nálunk az a logikus, hogy mi a tengerpartra megyünk, oda építjük a nyaralókat, de hát ugye ők meg itt laknak, nekik ez a megszokott, és akkor ahova kikapcsolódni mennek, az a nagy büdös semmi fönt. Nekik az a kikapcsolódás. Egyetlen egy nagy előnye van annak, hogy üres a bringa, hogy nagyon mobilis. Villámgyorsan tudok gyorsítani, lassítani, tehát nincs az a kamion feeling. Nem is beszélve, hogy persze tempót is lehet itt azért jobban menni. A hágómászás, ugye ez leföl, pontosan, mint a francia riviera. Hülye hangzik, de jó a hasonlat, mert hogy tök ugyanolyan, növényzetben minden másba, csak a házak, az építkezési stílus más, bár azért itt is vannak egészen jó helyek. Ha itt megyünk fölfelé, észak felé, pedig egyre jobban vannak, és közeledik Attika, a Görögország legfejlettebb régiója, ugye itt van Athén is, ott oda át, a másik oldalon, bár amit ott a félhomályban láttunk, az szerintem még az Argoszi félsziget, tehát a Peloponnesosznak a legkeletibb nyúlványa, sőt biztos, arra egészen lefelé, nem, azok más szigetek, bocsánat, Spektest látjuk, amiről beszéltem hosszasan, ott pedig egy picikét hátrább, szerintem már nem kizárt, hogy az meg Hidra, szintén szaloni sziget, talán a leghíresebb egyébként, nem tudok közelíteni, ugye az a kamerám döglött meg. Ez nem vagyok benne biztos, hogy amúgy látnánk is valamit ebben a homályban. Viszont határozottan látszik, hogy egy kicsit fentebb megyek, tehát a partmenti utat jelöli a csík, ezt rajzoltam be otthon. A hegyi út nyilván látványosabb, ez adja magát. Viszont
az erőlködése is jár, és már az a baj, hogy látom is a következő nyakot ott szembe. Vihar persze itt van fölöttem, csávó frappéval. Újabb kilátás, akkor picit tekintsünk vissza megint a szigetekre. Lehet, hogy onnan majd jobban lehet látni, szinte egészen biztos. Ez a idős kamerám ugye megdöglött, amivel rá tudtam volna közelíteni, úgyhogy sorry, ennyi. Argoszi Szarunyöböl egyébként 70 km hosszú, tehát párhuzamosan velünk. Esség 50 kimcsi, nagyjából így körülbelül amerre most mutattam. Így talán látszik, ott vannak a hegyek. Egy gyenge oldala, a másik, de azért az igazi brutál, az itt van balra mellettünk. Fel az út, amit terveztem volna, és abban a pillanatban már a skála is bekapcsolódott. Mászás. Két lő nyomja az ülés a seggemet, ugye ez nem erre van tervezve, fürdőgatyára. Csak jó hír, hogy most már dörgött is, fölöttem balra. Nem kell felszopni a hegy oldalba, de fel kell. 175, és ez még visszafelé is meg lesz. Hosszasan eltekintve én szabad szemmel látok egy hatalmas hajót, és két nagy kéménye van, az egészen biztosan hadi hajó lesz, karakterisztikájából ítélve. 12 óra, ekkora már mondták az esőt. Nézzük Kobrankónak mennyire természetes a mosolya, annyira azért nem. Ellenben kilátás van, és hágót is látok. Határozottan látszik elő a Spektesz, hátrébb hidraportok, Kelly pedig ott van kicsit a Spektesz-sziget csücskétől balra, csak azért, ha már emlegettem. Hidra különben, de a leghíresebb itt az egész bandából, nem tudom, 8 szarúni sziget van, azt hiszem talán. És azért nagyon híres, mert 1966-ban Sophia Laurent itt forgatta az egyik ilyen, hát ilyen romantikus filmjét, szinte csak azokban játszott, és utána ez kedvelt, felkapott hely lett a sznobok, illetve egyéb más ilyen művészi imádók körében, azóta művészek szigetének is hívják. Természetesen azonnal megtalálta Hollywood is, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, siklett itt filmet forgatni. Maga a sziget különben, hát természeti szempontból geológiailag legalábbis nagyon érdekes. Az egész egy ilyen nagy szikla, autóforgalom úgy tudom ki van tiltva, egy település van rajta, túrázás szempontból szerintem egész jó lehet. Tőlük is sokan járnak oda különben nyaralni, érdemes megnézni, most megint végiglátszott a part. Leonidiótól egyébként már 16 kilométerre eljöttem, ott a legdurvább, na és ott már esik. Egyértelműen látszik, hogy a tegnapi Red Hill az már párában van, az nem pára, tudja róla mindenki, hanem az esőfüggöny. Nekem egyelőre szerencsém van, ugyanis bár indörög mögöttem, de haladok ki alóla, ráadásul most még jön egy lejtő is, mindjárt kinézek itt, hogy mi várható továbbiakban. Egy dolgot sajnos látok, ami problémás, hogy azért nem annyira jó már arra se a helyzet. Egy hőzivatar kuport látok oda át, és akkor ott is van sziget. Hát én még azt se tartom kizártnak, hogy akkor meg az lenne Spektesz. Valahol majd mindjárt kilesek. Igen. Vagy Hidra. Franc tudja. Itt most már egy picit megzavarodtam, azon nagyon sziklaszigetnek néz ki, és ott is van sziget, ha csak az nem a szárazföld, nehéz megmondani, de ugye ott is van még jó pár sziget. Ha nagyon virnyitunk, különben már nem kizárt, hogy a kiklátokat is lehetne látni. A Milton-tenger, az a kikládok, illetve a Peloponnesoszi argoszi öböl körvonalában van, és amúgy összességében meg az égei tengernek a részekes deszni az eső. Az égei tenger meg az egész terület gyakorlatilag, rá tudjuk. Nevét különben Aegon ősi városról kapta, illetve volt még egy mitológiai lény is, azt hiszem Ágea, aki szintén tevékenykedett itt a környéken, és az égei tenger a legendák szerint maga Atlantis volt, vagy legalábbis Atlantis foglalta magában. Az elsüllyedt földrész az itt található. Geológiai akármik stimmelne is, mert tulajdonképpen ez egy ilyen sekély beltengere a földközi tengernek, 214.000 négyzetkilométernyi terület. Laguna-szerűen a földtörténeti korban a földmozgások, illetve a földrengések miatt megzakkant. Az alja gyakorlatilag ilyen rögös, göröngyös, gödrös, ugye erről is már beszéltem, és a szárazföld egy része még kiáll belőle, na ezek a szigetek.
amik nem tudtak tulajdonképpen normálisan lesüllyedni, és akkor innen jön be az, hogy ezek a szigetek valójában az elsüllyedt Atlantisnak a fennmaradt részei. Hádész csúcsainak hívják talán őket, már úgy értem, hogy a szigeteket, és ha valaki darab számra kérdez, akkor van belőlük dögivel, mert konkrétan 1300 van, és ezzel Európában listavezető. A horvátok zárkóznak még, horvátok tartanak is valamilyen rekordot. Most hirtelen, hogy darabszámban, vagy pedig a szigeteknek a kerületében, partvonal hosszában valamiben azért jobbak, mint a görögök, de egyébként ettől függetlenül a görögök minden létező statisztikai adatban vezetnek. Értem, hogy a szigetek tekintetében, partvonal hossz meg egyéb másban azért már erősen versenyképesek a horvátok, és nem felejtsük el, hogy itt szembe itt vannak a törökök, azok sem állnak rosszul. Ugye a török oldal az már tulajdonképpen nem Európa, ezt is rögtön tegyük hozzá, csak hogy az összehasonlítás azért legyen pontos. Egy ilyen gerincúton jövök, nem annyira emelkedik, nem annyira csökken, beálltam ilyen 100 méter magasságba, ez egyébként pont fasza, mert van kilátás, már ahol, viszont haladni is lehet, nincsen szopatós szint. A Tirgubisra el kell mennem, meg majd vissza is, de ez bele van kalkulálva. Valamit az előbb már láttam. Igen, bedany. Itt mindjárt meg is állok. Na ez itt még nem a Tirgubics, viszont látszanak a műemlék, szélmalmok, illetve van ott a sarokban egy világító torony is. Ezek híresek, Ajkra, Tirgu, azt hiszem talán valahogy így hívják őket, és egyébként ott be is lehet menni. Nem kizárt, hogyha nincsen szint, akkor még oda betekerek. Természetesen csak akkor, hogyha az idő engedi, az ott már nagyon durva. A Saruni szigetekből különben van még jó pár darab. Említettem, hogy 8 nagy, de nem ennyi az összes, hanem hát jó pár. Csomó lakatlan van köztük. Ami megemlítendő még, az Porosz. Nevét onnan kapta, hogy nagyon poros. Ha valaki odalátogat, akkor maszkot mindenképpen viseljen. Egyébként is kell, mert Covid van. És akkor még említsük meg Dokost. Azt hiszem talán az lakatlan. És a szigetek egy része van csak ezen az oldalon. A másik része az itt a félszigetnek, az Argostoli félszigetnek a másik oldalán van. Lehet, hogy már máskor is elszóltam magam, Argostolit mondtam, Argoszi. Ez ugye nem helyes, mert Argostoli az Kefalónián van. Ezek a görög nevek úgy adják magukat, egyébként pedig úgy nagyon hasonlítanak is egymásra, úgyhogy elég nehéz megjegyezni. Most leszek nagy dilemmába, hogy akkor most világító torony, vagy pedig Tirgulből, mert még ebben a hőmérsékleti stádiumban 24 fok van, esetleg egy csobbanást, ha éppen nem esne, még meg lehetne ejteni. A Tirgu Beach ugyanis az egyik leghíresebb itt a környéken. Torony nézőbe majd úgy döntöttem, hogy akkor inkább visszafelé. Persze, ha szakad az eső, akkor már úgyse lesz kedvem, de mindegy. És akkor nézzük meg, hogy mi az, amiért jöttünk. Tehát Tirgulból kijön a susnyás, és akkor mindjárt egy felvétel. Áj! Talán mondjuk itt a háznál ezzel rendben is leszünk. Nem rossz a hely. Közelíteni nem tudok, ez a szűkebb látószöge a széles látószögű kamerámnak, de azért talán jól látszik vég az öböl. Itt egy 3 kilométeres nagy partról van szó, alul Tirguport, tehát az alsó rész, és maga a város pedig ott van fönt. Illetve fönt. Ugye beszéltük, hogy a kalózok elől oda menekültek fel, ez itt általában mindenhol divat volt, és hát a partmenti lakosság egy része, illetve a szigeteken tanyázó mindenféle haramiák, azok erősen a kalózkodásból értek, erről már beszéltem. Az a rész már nagyon, de nagyon durva, de egyelőre a tenger még mindig tolja kifelé, tehát nem jött le az eső. Reménykedek benne, hogy talán még egy 3-4 óra elég lenne lemenni, egy csobbanás, aztán utána vissza. Próbálkozzunk. Ha lezúg az eső, akkor esetleg beülök egy tavernába, például az is játszhat egy opciót. Kár, hogy Mészi nincs itt, mert azért egyedül nem az igazi. Bár én sokat bringázok egyedül, tehát összességében ez nekem nem annyira probléma. Meg itt van a kamera, legalább van kivel pofázni. Hát 63 méteren vagyok, nekem többnek tűnik, de nem baj, hogy csak ennyi, mert nyilvánvalóan akkor csak ennyit kell visszamászni. Nézem, hogy mind a rendben, fék rendben, mondtam, hogy majd beszélek a fékről, most megint nem beszélek, mert egyéb más elfoglaltságom van. Holnap meg majd nyilván megint nem fogok, mert akkor meg úgy fog szakadni az eső, örülök, hogy egyáltalán a tekerésre tudok koncentrálni. Jól megy lefelé, 50-nel, szemben Tirgu, egyik negyed, aztán ott amarra meg a másik negyed. Jó,
szépen csökken, most már csak 21, és közben meg lefelé jövök. Hát! Eléggé rizikós ez az egész, de mindegy, most már így alakult. Parália. Nézzük meg, reménykedjünk benne, hogy ez már most oda megy. Aztán utána majd a beach-en megpróbálok lemenni. Még iskola van, a kölykök itt randalíroznak. Parália Beach. Hát, ha ez most valami más beach, akkor szopatóra van. De szépen. Azt gondolom, ez általában jellemző az ilyen nyílt beach-eken, hogy bárhol csatlakozik bele az ember, azért a parton végig lehet menni. Ebben reménykedek most is. Hát már semmiképpen nem strandidő, mögöttem brutálisan szar. Se dörgés, se villámlás, de már nagyon tolja kifelé a hideget. Ilyenkor durranak ki a hőzivatarok, ez ugye a klasszik jelenség itt a tengerparton, ami akár brutális is lehet. Itt a tenger. És akkor nézzünk szét. Hát az van, amire számítottam. Leoni Dióhoz képest, legalábbis a partmenti részéhez képest, ez igazi Monte Carlo. Az más kérdés, hogy gyakorlatilag senki, egy-két görög lézeng, turisták sehol, ez várható volt. Ennyi előny talán van, hogy ha itt kap el a zápor, akkor bárhova tudok állni, akár lehet iszogatni is, vagy bármi, ami szimpatikus. Kérdés, hogy ugye meddig fog tartani, mert itt azért egy több napig tartó frontrendszerről beszélünk, hullámzó frontrendszerről, és ha nincsenek szünetek, akkor abban lehet szopacs, bár egyelőre még ne fussunk ennyire előre. A tenger felé nézve határozottan tartja még magát a jó idő, de már csak egyre kevésbé. Annyi lyuk van ott, tessék figyelni, annyi kék van, most már másik oldalra is megérkezett Attika felé a front. Figyelni végig a beach-et, hogy hol lenne érdemes bepattanni esetleg. Ugye most egyedül vagyok, és itt azért elég nagy a nyüzsi. Bringát csak úgy lerakni, minden értékkel együtt az rizikós. Túl hideg nem lehet a víz, mert a mamák azok úgy ficánkolnak ott bent, mint hogyha valami bogácsi termálvízbe üldögélnének. Könnyű, hogyha megered, akkor ide besétálnak valamelyik apartmanba. Itt a zuhanyzó, lehet, hogy akkor itt ezt bevállom, majd mindjárt meglátom. A végig futok, sose lehet tudni, hogy a végén nincsen valami meglepetés, vagy valami különlegesség. Tirgosz egyébként azt hiszem talán ilyen 8-900 fő lehet össz, tehát ebben benne van a felső régi lakossága is, és hát felkapott üdülőhely, nem véletlenül van itt mindenhol taverna egymás hegyén hátán. Az egész keleti part Leonidio és Argos között, ez a 35 km végig az. Tehát ha most itt tovább mennék, akkor például kempingből 7 darabot tudnék megszámolni. De megsúgom, hogy vadkempingezőhely is lett volna, tehát összességében azzal sem lett volna különösebben baj. Meg ma nem tengerparti túra volt tervezve, hát az lett. De most már nagyon keserves, most már nagyon aggódok. Egyre kevésbé van már használható rész az égen. Valószínűleg most már csak az lesz, hogy egy virtusfürdés, csak tényleg a rendkedvér, és akkor utána pedig irány vissza, még a délutáni nagy szopás előtt. Hogy hirtelen mennyien vagytok. Magányos fóka azért lebeg a vízben, úgy nagyjából fél kilométerenként, de amúgy a totál kihalt a part. Ezek pedig itt szerintem kölcsönbringák lehetnek. Védett részt. Itt a hotelnek egy ilyen kis magánstrandostája. Nyilván fizetős vagy szálló vendégeknek, de engem ne érdekel. Jó legyek, hogy jön valaki, és itt most nekem ezért szólni fog. 100%, hogy ez nekem már az utolsó tengerparti fürdőzésem lesz, úgyhogy innentől pofán mindenkinél alapállás, mert én ezt mindenképpen behúzom, akármilyen szar is az idő. Az jól látszik, hogy a part az talán még a Leonidiónál is jobb. Homokos, legalábbis a külső rész. Nézzünk egy kicsit föl, elég elkeserítő. Az előbb kijött a görög portás, az az igazi egyenruhás. Ott megszemlézte, hogy mit akarok. Gondolom, kikövetkeztette, hogy nem napozásra készülök. Na, gyerünk be! Kamerával. A víz tényleg is tengirály, de most már jobban hullámzik. Most már tényleg csak virtusfürdés. Ha kimegyek, csontán fogok fagyni. Se törülköző, semmi. Egy atlétám van, illetve egy esőkabátom esetleg a legrosszabb időkre.
Szerintem mi érdekes talán, és ez picit furcsának is tartom, hogy ahonnan jöttem Leonidio irányából, minthogyha kicsit menne szét. És az is lehet, hogy jól kieste magát. Elnézést, hogy ennyit rúgózok ezen, de nekem bocsánat pillanatban ez mindentől fontosabb. Viszont a fordulunk a Tirgoszi nagy Karéhegy, ezt úgy hívják, hogy Karéhegy, ami így évesen ilyen amfiteátrum-szerűen öleli körbe magát a várost, afelőtt azért úgy vagyogat, de még mindig nem olyan, amiből olyan igazán kiadós eső tudna esni. És akkor nézzük ebbe az irányba, itt a nyakon átmegy különben az út, és akkor még egyszer mondom, 35 km egészen Argoszig, sőt Argoszig még több, mert Argosz Vasilosig, vagy Argosz Andrászig annyi, és már mondjuk az se a tengerparton van. Na, nézzük egy kicsit belülre. Hát látszak a körvonalak, sajnos a szigeteket nem igazán. A hágóról, a vízimalomról, bocsánat, a szélmalomtól, onnan esetleg lett volna jó kilátás, úgy mindenfelé, de még egyszer mondom, a másik kamerán a Campo. Nem tudom a felvételi szögeket állítani, csak az egyik kezemben tudom tartani a kamerát, mert a másik már vizes. Gombokat ezen nem lehet nyomkodni, de azért egy idézetet mondok most rögtön. Tessék figyelni. Mit nekem a prostata? Leszek inkább krosztata. Nem tudom, hányan tudják, hogy ez honnan van, miféle idézet. Azt gondolom, mindenki első megállapított, hogy rendkívül gyenge és borzalmas primitív, de már most mondom, hogy nem Kobrankó a szerző. Simán lehettem volna, mert szoktam ilyeneket költeni, de nem én, ez egy reklám, ez egy létező reklám, még pedig aztán prostamol uró, vagy valami ilyesmi. De hogy kapcsolódik ez ide? Kérem szépen, aerosztata. Na ez még mindig szerintem senkinek semmit nem mondott, de majd én mindjárt mondom. Aerosztata az itt egy ünnepség, mégpedig egy ilyen léggömberegetés. Azt hiszem talán valamikor októberben csinálják itt Tirgoszban. A vízbe fúlt tengerészek ünnepe, és léggömböket eresztenek fel. És most jön az izgalmas része, hogy ezt úgy csinálják, hogy amikor már jó magasan fent van az összes léggömb, akkor fent felrobbantják őket, és akkor ilyen tűzcsóvaszerűen, ilyen tűzszekérként estek le a mélybe. És ez rohadtul látványos, tehát erre jönnek külföldről turisták kimondottan ezért. Arra szólok kifelé, tényleg el lehette itt sziasztázni, akár naphosszat is, mint ahogy ott a mamák is a vízbe. Még egyszer mondom, engem sürget az idő. Ez csak ihar előtti csend, szinte egész biztos. Hát felrobbantják a léggömböket, rohadt jól néznek ki, estek lefelé még minden. Igen ám, de ez egy olyan időszakban, úgy tudom, tán október elején, amikor még itt száraz évszak van, és jó párszor ebből lett nagy tűz, de ezt már évszázadok óta csinálják. Úgy tudom, hogy az utóbbi időben, utóbbi pár évben ezt már betiltották, úgyhogy ha valaki fesztivált akar, akkor muszáj beérni a Leonidióban a tojás gyümölcs fesztivállal. Ehet padlizsánt dögivel, tűzszekérnézés helyett. Annyi idő lesz, hogy egy ilyen minimális döglés. Száradás, 2 kötőjel 7,4 másodpercig, és utána húzni kell. A viaszos gyökér délnek V-alakban, és a szó szerint délnek kell menni, ugyanis hülye módon úgy néz ki a helyzet, hogy észak felé van jó idő. Ez is ritkaság, bár itt a görögöknél a fele tudja. Ha már a bringa szóba került, és ha állandóan fenyegetőztem a fékkel, akkor nézzük a fékeket. Ott tessék figyelni, szerintem jól lehet látni, új féktárcsa. Ha előnézzük, akkor az meg még újabb. De persze nem újabb, csak nagyobb. Ugyanis azt csináltam, hogy mind a kettőt lecseréltem tavaly. Akik emlékeznek rá, sokat dumáltam róla akkor az Alpok túrán, illetve előzőleg már 2 éve, most már 3 éves a gép, hogy ez nem fasz. Tehát csomagos túrára nem jó. A lyukak miatt, főleg az első fék, az kevés. Ugye 180-as volt, ez 160-as. Megvettem elő a legnagyobb méretet, 203. A hátul is emeltem a méretet, az lett 180-as. Ezt persze meg kellett ruházni még, adaptert is, és ki kellett emelni. Ott meg még jobban. Igen ám, de ilyen nagy méretben azért nincs már túl nagy választék. Shimonóból pedig végképp. Na most ugye Shimonó, az egyértelmű. Shimonónak viszont a felfogatása más, ugye? Annak ez a klasszikus ilyen centerlokkos felfogatása van. Ez Shimonó találmány. Tehát csak a szabadalmaztatott tárcsákat lehet feltenni rá. Az összes többi tárcsát, amik ugye csillagpontos rendszerűek, azt hiszem talán úgy hívják, azt nem lehet rá feltenni, és nem is nagyon törekednek rá a gyártók, hogy ilyet gyártsanak, mert akkor a Shimonónak jogdíjat kellene fizetni. Emiatt inkább azt csinálják, hogy ezt a jó kis adapteres megoldást, amit végül aztán én is alkalmaztam, megvettem hozzá
az adaptert, így akkor fölment a csillagpontos felfogást, itt mutatom az adaptert, ugye ez az öt csillagos, itt azt hiszem talán úgy hívják, ráment a tárcsa, az öt csillagos, és akkor utána kellett még ugye a kiemelés, mert ugye ha nagyobb lett a tárcsa, akkor muszáj volt egy kicsit kiemelni, ehhez is kellett egy adapter. Nézzük a tárcsát. A tárcsa miben különbözik az átlag normál tárcsákhoz képest? Hát az, hogy ezen nincsenek lyuka. Nekem a legnagyobb problémám a fékhatással kapcsolatban az volt, hogy a lyukak miatt nem fogott a tárcsa rendesen. Olyat kellett keresni, ami nem lyukas, hanem másfajta módon oldják meg körbe a hűtést. Na hát ebben nagyon nehéz találni jót, ugyanis nem nagyon van választék. Sőt, ami van, az is totál kikopik. XLC márka. Ez egy jó sikerült Shimano utánzat koppintás, azt hiszem talán német. Így ilyen sikerült beszereznem, mondom, két nagy méretben. És egészen jó áron. Bydiscount.hu, csak most mondom. Szoktam néha reklámozni, és ez most tényleg a reklám helye. Jó árak vannak, korrekt is minden szempontból. Kaptam rá egy kis engedményt, fölpakoltuk. A teljes fékrendszer beruházása, amiben tulajdonképpen csak a tárcsák, az adapterek, illetve még a fékpofákról nem beszéltem, mert ugye az is fontos, hogy milyen fékpofák, ezek már bírják a brutál fékpofákat. Tehát gyakorlatilag teljesen vasas fékpofák vannak elől is, meg hátul is. Jelenne még a félvasas, meg a gyantás. A gyantás az három fékezés után totál lekopik, hogyha súllyal megyünk. Úgyhogy az kihúzva, természetesen ez mindennel használható, és most van tulajdonképpen a főpróbája, 12 napot egy profi módon teljesít, nem szaggat, nincs probléma a lyukakkal, egy fékkel is simán meg tudok állni a hátsóval, nem nyikorok, szokták mondani, hogy ez a baj a vasas fékpofáknak, hogy nyikorok, nem. Hát ez, szóval ez tulajdonképpen egy jó vásár volt, egyik oldalról, másik oldalról jó választás, harmadik oldalról, és akkor most mondom az árat, mert fontos, kedvezményekkel minden együtt ez nekem 40 ezer forintomba került. Hát azért egy olyan fékrendszerről, amiben valójában a fékmaga lesen lett cserélve, mert tulajdonképpen a felső rész, a hidraulika rész, a fékkarok, maga a fék dugattyúrendszere, az totál maradt ugyanaz, hanem csak az összes többi. Kicsit drágának tűnik, de viszont hosszú távon, főleg ha az ember csomagos túrá használja a gépet, mindenképpen vissza fog jönni. Na, tehát ennyit a fékrendszerről, és akkor most már ezt tényleg túltárgyaltuk, mert valószínűleg sokan olyanok is nézik, akiket egyáltalán nem érdekel a műszaki tartalom, és ezen a túrán sajnos leginkább kényszerből többet is foglalkoztunk vele a kelleténél. Lassan száradok, és egyre javul az idő déli irányba. Ez örömteli, északi irányba sem igazán romlott, hátrafelé meg nem látok, de nem is akarok látni. Tessék figyelni a lábamot? Ezek itt ilyen kisebesedett és már-már kifekélyesedett mediterrán kóroknak a karcolásai, jó pár szúnyog csípéssel megspékelve. A másik lábom ugyanígy néz ki. Ez leginkább táborhelykereséseknél jött ki így. Van fenisztilem, kenegetem vele, ez szart se ér, és ugyanez egyébként megvan a seggemen. Azt inkább nem mutogatom meg, mert annyira nem esztétikus látvány, viszont nézzük meg, hogy mit takar a táska. Egyrészt van itt egy esőkabát, remélhetőleg nem lesz rá szükség, és akkor a jó öreg pelenkás zsák eső ellen teljesen fasza. Van itt még egy kajcsi, kecsketejet viszem vissza, a lukumi szintén még pár darab, atléta beszéltünk róla, itt a térkép, majd mindjárt még azt is megnézzük, ez itt micsoda. Nos kérem szépen, lux, és egész jó hűvös, ugyanis volt hűtő a kempingben, mutattam, úgyhogy egész éjszaka hűt. Akkor most lögytesz következik. Tehát lux, lemon, juice, drink. Az van, hogy amióta itt vagyok a görögöknél, még nem volt fikázás. Beszéltem már róla, hogy én szeretek kritizálni, és szerintem, hogyha valaki visszanézik a filmet, akkor tudják is, hogy szoktam. Viszont nem nagyon tudok. A görögök jók, beszéltem róla, görög italok jók, ráadásul nagyítóval is nehéz találni olyat, amiben nincsen cukor, tehát hogy light, ezek valamit tudnak. Ezzel kapcsolatban egy megjegyzés. Ha a cukrot kiadják, az a világ legnagyobb üzlete. Tehát jó, hogyha mindenki tudja, hogy az egészséglobbitól nincsen nagyobb üzlet. Sokkal olcsóbb, hogyha nincsen benne cukor, és hogyha megcsinálják neki a reklámot, a jó PR-t, akkor ezzel óriásit lehet keresni. Na, ezt itt a görögöknél nem tapasztalom.
Van olyan, hogy kevesebb szénsav, több szénsav, stb. Ezen is lehet spórolni, de azért az akkor se ugyanaz. Szóval ez egy nagyon jó ital, melegen is nagyon jól oltja a szomjat, és bár a citromban, meg azt hiszem van még a lemonádé, a másik fajta a zöld. Ja, bocsánat, nem ez a lemonádé, és a másik a zöld. Abban nincsen pulpe, tehát nincs benne szárazanyag, nincs juice része, a narancsban viszont az is van. Az fantasztikusan jó. Úgy vagyok ezzel, mint mikor az olaszoknál vagyok, és kinótót iszok. Tehát ott meg az, az tényleg jó. Bár azért azt megjegyzem, ott bele lehet nyúlni szarba. Maradjunk annyiba. Itt viszont nem. Nézzük, miből élünk. Hát először is fölfelé. Jelentős változás van pozitív irányban. Már fölöttünk is van minimális szakadozás, tehát ebből akár még tovább gondolás is lehetne. Tirgu, de nem Mures. Itt még, ha tovább jövök, akkor itt most ezt a nagy félszigetet, ezt megkerüli. Tehát itt valószínűleg egy érdektelen szakasz következik, és hágóval. Ez szinte egészen biztos. Utána megint partmenti öblök sorba. Tehát nyilvánvalóan, ha azért 34 kilométert nem csinálok, oda-vissza 70 kilométer, fürdőzésgetéssel, meg még egyéb más mindennel, az aztán totál elvisz az egész napot. Már pedig, hogy itt ennek nincs vége, a 100%, csak fial előtti csend van. És akkor talán egy picikét, hogyha tovább tekintünk, nekem gépész kell, és a szél miatt ez nem megy egyszerűen. Most terítettem ki, hogy nagyjából. Tehát itt vagyok, és ugye amit látunk, az szinte majdnem biztosan a Spectres, ami ott van. És azon túl, ebbe az irányba, ha túlnéznénk, akkor lenne hidra. Viszont Spectres betakarja a hidrát, vagy pedig ott egész hátra azt a kis buckát, azt látjuk ott, de az se kizárt, hogy az maga a kis sziget, amire azt gondoltam, Spetszopula, hogy az lakatlan, de nem lakatlan, mert körbe van út, és ha jól látszik, akkor ott még van is egy kis település. Különben, amit mondtam még, porosz, illetve fentebb van még Eina, a másik oldalon, Atén felé közeli oldalon, az az aténia kedvelt üdülő, gyakorlatilag teljesen be van települve. Porosz, viszont jó lehet kerékpártól a szempontból, látszik, hogy ott is vannak hegyek. Hidrát meg ugye említettem, már gyakorlatilag két út van, ezek sem biztos, hogy igazi utak, nem tudom. A város és az egész egy nagy sziklazátony, jó pár kolostorral, vallási intézménnyel. És ami még fontos a mi szempontunkból, Leonidio, Aigos Andrász, illetve Argos, ugye ezekről beszéltem, itt van ez az Orionda hegység. Normál helyzetben ezt így megkerültük volna, ez lett volna az egy útvonalterv. Most így erre felfelé már biztos, hogy nem jövünk, ez a Vratiszotis Szurdo kanyon, egyébként rohadtul látványos, és itt óriási kanyonrendszerek vannak, itt a Pannonnak az észak-keleti letörésébe, az az, ami kimarad, és innen már egyébként Argos megye jön, a központ pedig Naplio, és ez pedig az Argoszi nyúlvány, tehát a negyedik Peloponnesoszi félsziget, és akkor még Potohélit újra megmutatom, az nagyjából kb. Ott lehet a kis sziget csücské mellett bent, de nyilvánvalóan nem látni az öböl, amiről beszéltem. Nagy valószínűséggel most az történik, hogy itt ugye két irányba feltenni Tirosz két oldala felé, ebből nem lesz semmi, én visszafordulok, és hát megnézem, ha marad a jó idő, akkor a világító tornyokat. Szépen lassan visszakacsázok Leonidióba, délutáni programként valószínűleg lesz majd egy jó kis vacsora, ha meg mégsem szaródik nagyon el az idő, akkor még akár ott egy újabb csobbanás, feltérképezzük esetleg a másik partot, nagyjából ennyi van még hátra. Hát tényleg ideje lenni indulni, túl sokat pofáztam, be is állt már a pofazacskóm, meg kell olajozni, mondjuk olívaolajjal, kimondottan szeretem. A sör is szokott használni újabban, kalamárival megspétkelve. Én ezt megkaptam kommentbe, hogy sokat pofázol, ki kíváncsi rád? A tájat mutogassad, de ugassál. Te megtehetném, hogy keverek alá valami zenét. A két és fél órán keresztül lehet hallgatni Győzikétől, ha szeretem a bőröd illatát, mondjuk végtelenített változatban. Kíváncsi lennék, hogy hányan maradnának vonalban. Ezt se tehetem, mert meg jogdíjas. A YouTube lekeveri. És akkor még az volt a szöveg, hogy azért ne ugassál annyit, mert ez a film ez nem rólad szól. Nem rólad kell, hogy szóljon. Hát akkor nagyon elkeserítem a komment előtt, meg bárkit, hát de, ez a film rólam szól. Ide benézek, mert jól néz ki. Azt én döntöm el, hogy az én filmemben miről van szó, és ezek igenis, ezek az én kalandjaim. Én ez nem egy köztévé, ahol mindenkinek meg akarok felelni. Ez arról szól, hogy én hogy érzem magam egy adott helyen. Én vagyok a film központjában, illetve a túratársaim, és
punktum, hogyha valakit ez így nem érdekel, akkor azonnal lehet menni. Nem fogok megsértődni. Ez valami magánapartman udvar lesz, van egy ilyen gyanúm, igen. Itt lehet, hogy vége is volt, nem, lehet, hogy nem, de igen. És akkor ott tessék fent szétnézni. Vannak itt azért jó helyek, totál, de totál zárva minden. Görögországban már tudjuk, hogy a június 10-e magassága már erősen szezon. Nem győzöm hangsúlyozni. Itt azért most több tényező is van, ami miatt ez most egy kicsikét lemaradt. Reméljük majd később javul. Mellettünk balra ez a Tirosz félsziget, amit meg kellene kerülni, hogyha én abba az irányba mennék. Ott az, az egy ilyen lyukacsos hegy, tele van barlangokkal, és nem csak fent, hanem lent is. Tehát víz alatt is. Ezért igazi búvárparadicsom, emiatt felkapott hely. Hát továbbra sem ment el még a szar, úgyhogy megyek. Életcél van különben délfelől. Ez nem a Meltemi, mert most egészen biztos, hogy nincs különbség. Hú, ott a belváros. De milyen jól néz ki. Körbenézünk, ha már itt vagyok. Úgy látom, van is átjáró. Szóval még a Meltemire visszatérve a szélre, hogy ez most nem az, Sirokkó se lehet, mert az meg front idejében nincsen. És akkor emlegettem már, hogy lehet az etosz. Az etosz, az tulajdonképpen ilyen viharok idején elsősorban fúj, észak-nyugat felől, az évszakhoz kötött, ami azt jelenti, hogy inkább télen, ősszel fúj jobban, és akkor itt ezen a vidéken ilyen monszunszerű éghajlat van, tehát hogy akkor folyamatosan esik, és tulajdonképpen a csapadék mennyiség nagy része az akkor esik le, és a nyarak azok már totál szárazak. Ugye jó kis székes egyház. Ez mi lehet itt? Mindegyiken van név, de úgy látom ugyanaz valószínűleg a gyártó. Csináljunk azért egy fotót erről. Talán bele is fér, igen. Nem rossz, és a torony pedig külön van. Ja, az ortodox vallást tudjuk itt Görögországban aztán abszolút dívik. 98% az embereknek ortodox, és a maradék csak keresztény, meg muzulmán, meg egyéb más, ami még van ilyen másfajta. Ahol meg most vagyunk, itt meg aztán végképp, úgyis itt az Onionda-hegység, illetve fölöttünk majd a másik irányba, meg a Madara is. A Pannonról nem is beszélve, amíg ugye itt a környék Szent hegye, a nagy csúcs, a Megali Turla, amit most már valószínűleg nem fogunk látni, mert átvariáltuk teljesen a programot. Hoppá! Az meg a Zeus-féle mennybe menetelnek a második, vagy ott jött le, mit tudom én már, tehát valami ilyesmi, legenda fűzött, nem, bocsánat, Apollón. Ez Apollónhoz kapható, majd még istenezünk egy kicsit, hogyha valakit érdekel, mert érdekes azért a görög istenek világa. Még lehet, hogy majd most is visszafelé, hogyha nem felejtem el. Szóval Apollón volt itt a nagy szent, Zeusnak volt a fia, és egyben egyik fő ellensége is, a művészetek istene, a jóképű csávó, a, hogy mondjam, az Alendolon istenfajtából. És ő állítólag itt lakott a Pannonban, és a dórok, akik különben ennek a területnek a gazdái voltak, tehát a spártaiak ősei, akik a negyedik görög törzs, attika, illetve a görög szárazföld felől vándoroltak ide, mikor a sötét kor volt, és akkor most már nagyon sok mindent összekevertem, ami zagyvaság, úgyhogy lehet, hogy nem is megyek bele ennyire mélyen a dolgokba. Menjünk annyiban, hogy nekik volt ez az Apollón a fő istenük. Ő itt lakott, sőt, hogyha az igazi lakhelyre kíváncsi valaki, akkor még azt is meg tudom mutatni, ugyanis holnap megyünk föl a Pannonba, és útba esik majd egy kolostor, az Elonis, környék leghíresebb ilyen ma is működő kolostora. Menjél. Na, tessék. Aki az előbben olyan előzékenyen engedett, most rám dudált. Békemet dicsérgetem itt, aztán most úgyas istergés jön. Mindegy. Szóval szélre visszatérve egyre intenzebben fúj. Most gondolom egészen hazáig majd, Leonidióig szemből. Arra gondolok, hogy a vihar szippantja a tenger felől befelé a légnyomásváltozás miatt a levegőt, és hogy ez lehet most. Itt a Zöndöhegységben fölöttünk van különben az ortodoxok nagy szent helye,
a Prastos, ez egy ősi város, ami már régen megpusztult, megzakkant. Aztán a maradványait még úgy tudom, hogy 1821-ben Ibrahim pasa és albán zsoldosai még jól feliségették, hogy eltiporják, ami még volt belőle. Szóval az Orinda egység itt fölöttünk az gyakorlatilag teljesen lakatlan, egy-két kolostor, ugye erről már beszéltem, és a másik pedig, ami érdekes, hogy említettem ezt a mitikus lényt, ezt az Ágeát, akiről az égei tenger a nevét kapta. Kitekerek oda, megtekintjük a kikötőt, és akkor lesz majd egy kérdésem. Szerintem a erősebbek már kitalálhatták, hogy ki volt ez az Ágea, honnan származott, ez lesz majd a kérdés, tessék gondolkozni addig. Klasszik görög kék-fehér, említettem, nekem ez nagyon bejön, és tudják is különben ezt a görögök, tehát erre rá is játszanak, és talán az első olyan hely, ahol ez úgy ütősen is látszik. A másik oldal se rossz, és a kikötő se rossz, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire erős lesz. Én azt gondoltam, hogy egy lesz a sok közül, és itt a Peloponnesoszon azért valljuk be, most a 12 napos túra alatt azért igazán erős hely nem volt, már úgy értem, hogy turisztikai szempontból. Ez azért úgy odavág, tehát már Lefkada, illetve Kafaloni szinten is van párszor, hogy mennyire jó lenne fotótémának, az is jól látszik, például akár itt is. A fotós gépem nem működik, ez is lehet fotókat csinálni, de hát ez ilyen gömb optikát csinál, úgyhogy tök felesleges. Hú, de azért már pedig innen biztos, hogy kell. Meg is állok. Azért ez szép. Mondanám, hogy jöjjön el mindenki, de ez már tényleg annyira messze van, hogy épeszű ember ide biztos, hogy nem fog eljönni. Már csak azért is, mert repülővel Kalamatáig lehet jönni. Utána az egész Pelotoni félszigetet át kell kocsikázni, illetve van még az a változat, hogy az ember napfilióig, vagy esetleg a ténig, és akkor ott valahogy itt a parton, de azért azt már most mondom, hogy nem egyszerű. Jöjjön a kérdésre a válasz, természetesen Kobrankó, ha tud, segít. Úgyhogy mondok, három egységes változatot, a kérdés még egyszer, hogyha valaki még nem emlékezett volna rá, ki volt? Ágea. 1. Zeus édes testvére, 2. Zeus sós testvére, 3. Zeus keserű testvére. Az első az igaz, úgyhogy azért óvatosan vele, hogyha valaki mégis összefutna. Igazi víziposzorkány, ő korbácsolja a tengereket, amikor úgy rájön a hoppáré. Poszeidon is szokott neki segíteni a tengerek istene, tudjuk, és néha elborul az agya. Ettől függetlenül a tengerészek azért nagyon tiszteli, persze nem árt jobban lenni vele, sose lehet tudni. Az jól látszik, hogy ezek sem az ósamból veszik a halat, hanem megdolgoznak érte. Ennyi volt a nézelődésből, menni kell, ugyanis az ott már nem gyerekjáték, és mivel ott már észak felől jön, az már egyértelmű a front. Tehát eddig ez csak beijesztés volt. Az égei tenger egyébként három kontinens partjait csapdossa, és kevesen tudják, hogy az egyik legtisztább vízű tenger az egész világon, ugye nem csak Európáról beszélünk, de ennek azért ára is van, ugyanis ez azért van, mert kevés benne a tápanyag, és emiatt viszonylag, de csak nagyon viszonylag kevés benne a vízi élőlények száma. Ez inkább csak fajdarabszámot jelent, tehát nem összmennyiséget. Mert abból azért van, de hogy ez meg hogy lehet, miért lehet, van erre magyarázat? Hát van. Most már rá kell kapcsolnom, nincs mit tenni. Egy kritérium van, hogy minél halva fölmenni, és talán itt jöttem le. Igen, úgyhogy sorry, akkor az öbölnek ennyi, és föl. Szóval az égei tengerben azért van viszonylag sokan ennek ellenére, mert a fekete tenger felől szaporodnak. Két tenger a Boszporuszon keresztül összeköttetésben van. Idegesít azért ez a fekély a lábamon. Nem rémlik, hogy medúza megcsípett volna, mert hogy az okoz hasonlót, és ráadásul pont ilyen a nyoma is. Medúza a csalánozók fajába tartozik, tehát rokon úgymond a mi csalánunkkal, amiben azért belerokkani nem nagyon szoktunk egy csaláncsípésbe, mondjuk hosszasan, sűrűn és tartósan csipkedve azért a csalán is okozhat problémákat, leginkább mentális zavarokat. A medúzákból 11 ezer faj van, de kevesen tudják, hogy alig pár 10 darab, amelyik veszélyes.
és vannak vegák, meg vannak ilyen félragadozók, általában lebegnek, ott van Kobri bácsi, tudom, hogy itt jöttem le, valahogy nem ismerős, de jó fasza, mutatja az utat. Szóval a medúzákról ez van, neki sodrulik az embernek, és akkor csápja, beleakadnak, ott vannak a csalánozók, és ugye erre állítólag a legjobb az ilyen fenisztilszerű antihisztamin, illetve ammónia, mutattam az ammóniát idefelé, hogy már még jó is lehet, amit hoztam magammal. Természetesen ez nem erre van, de hát vég szükségletben lehet, hogy oké. Közben nyílik a város látképe fölfelé. Nem tudom, nem itt jöttem, de nem baj. Be van rajzolva, tehát elvileg otthon szerintem én ezt láttam. Egészen biztos, hogy én ott valahol a belvárosi résznél kanyarodtam le. Nem tudom, hova vezet, nem lesz baj, viszont jól látszik szembe a nagy hegy, a búvár paradicsom. Lehet, hogy ez valami partmenti panoráma út lesz, amit én kiszúrtam. Akkor van szopacs, hogy ez Zsák utca, és ami jól látszik, kegyetlenül megy föl. Ennyi időm van, mert az az irány, az már teljesen zárt, már hogy felhőzetügyben. Nézzünk, hogy mit mutat. 42 méter, ugye emlékszem 100 méter környékén volt a hágó, és akkor nézzünk még egy adatot, 25 fok a hőmérséklet. Jó, ez még oké. Furcsa módon most meg arra van világos, hogy merre megyek. Derült, inkább úgy mondom. Igen, adtunk közvetlenül itt a kikötő, ott voltam az előbb lent. Jó, hú, meglepően jó hely volt. Sajnálhatja, hogy kihagyta. Időben kell jó döntéseket hozni. Persze, nem feltétlenül biztos, hogy én hoztam a jó döntést, várjuk ki a végét. Mázlim van, lehet, hogy a szélmalmokhoz jutok, csak úgy mondom, hogy 7 és 9 között a százalék, tehát most ez odadobta magát. Üres bringával nem akkora nagy probléma. Látvány nyílik, szigetek is így picit jobban körvonalazódnak most. Nyilvánvalóan még ezzel a kamerával is fel lehetne fedezni a kontúrjukat, amiben sütne a nap. Az Égei tenger szigeteit említettem, 1300 dB darab, de ebből csak 170 lakott, a többi csak ilyen kis korallzátony, meg egyéb más. Viszont amik lakottak, azok remekül megélnek a turizmusból. Na az van, amire tippeltem. Hát hiába, na, hát az embernek néha szerencséje. Még az sem kizárt, hogy lehet, hogy megúszom a hágót, mint a hegyet megkerülve előfordult, hogy nem kell magasra fölmenni. Egy húgyantás azért mindenképpen kóstál. Az ugyanis csak akkor működik, hogyha remek panoráma van. Őszintén egy dolgot nem néztem lent, az árakat. De van egy gyanúm, hogy ez a helyhez már kell a pénztárca. Arra gondoltam, hogy plasztikai műtétnek vetett alá magam. Manapság ez úgyis trendi. Tudjuk, hogy sok mindenki csinálja. Zimány Linda például öreget csináltatott magából. Virág meg kacsát, ugye erről már beszéltünk. Kinek ízlése szerint, én úgy döntöttem, hogy én gazdaggá operáltatom magam. Be is mentem, hogy akkor én ezt kérném, azt mondták, hogy ahhoz nagyon sok pénz kell, először legyek gazdag, és akkor utána menjek gazdaggá operáltatni magam. Ha összegyűjtök annyi pénzt, amivel meg tudom csinálni, hogy gazdaggá operáltassam magam, akkor már gazdag vagyok, akkor meg minek? Okafogyottá vált? Na jó, erről ennyit, tekintsünk be az öbölbe. Két dolog látszik. Az egyik az, hogy ott megy az út végig, tehát gyakorlatilag kijöttem, szinten vagyok, hágó szinten, onnan mutattam, hogy ide be kell jönni, és sikerült feljönnöm, aztán majd arra megyek tovább. Ez idáig oké. Van egy kis baj a szélmalmokkal, hogy nem úgymond tengerszinten vannak, hanem egy picit lejjebb. Dilemma, hogyha meg akarom közelebbről nézni, akkor ahhoz itt kellene hagyni a gépet. A kutya sincs itt, nem tudom, hogy ez ilyen pénzbeszedő asztal lenne, vagy akármi. Nyilvánvalóan nem fogom itt hagyni a gépet, az itt járkálnak, minden érték benne, ráadásul azért egy ilyen üres bicikli sokkal hamarabb meg is lovasítanak, úgyhogy valószínűleg csak annyi lesz, hogy innen a gerincről, a kakasállóról csinálok egy fotót, így, és akkor rendben van. Amúgy látszik, hogy be is van zárva, nincs itt a kutya se, tehát megtekinteni nem lehet. Ezek úgy tudom, hogy 10,
5., 6. századi műemlékek, és még állítólag üzemképesek. Jó, már lapát nincs rajta, viszont szél az mindenképpen van hozzá. Tehát szerintem bármikor be lehetne üzemeltetni. Meg a síri fölötted. Csak aztán ne úgy kapjak egyet a pottyantósból. Ez a program is behúzva. Azért csak kialakul ez a mai nap is, ahhoz képest, hogy gyakorlatilag már reggel kidobtuk a kukába. Viszont arra borzalmas. Most már a szárazföld egyáltalán nem látszik. Abban lehet talán reménykedni, hogy minél délebbre megyünk a Peloponészoszon, azért annál szárazabb, és minél közel vagyunk a tengerhez, az meg megint csak jobb csapadék szempontból. Pont ez volt a megfontolás, hogy nem szabad fölmenni a mai nap a Pannon tetejére, mert akkor beexportáljunk magunkat az Alpok időjárás kellős közepébe. 26 kilométer. Nem is lesz gyenge, mire visszaérek, 50 fölött lesz, ahhoz képest, hogy csak így ilyen lájtos délötti kiruccanásban gondolkoztam. Mondom, azért azt mindenki találja, hogy ha visszamegyek, akkor nem ennyi lesz a mai program, mert hogy egy óriásit kell zabálni, az biztos már most ebben a másodpercben koplalok rá. Időjárás engedi, akkor lehet, hogy bepattanunk Leonidióba, aztán nézzünk valamilyen választékosabb tavernát, mint a tegnapi. Mert például itt a tenger mellett azért egy swordfishnek be kellene csobbannia, mármint hogy a gyomromba. A másik verzió, hogy megnézzük még a másik két tavernát, hát ha azok esetleg jobbak, bár ábrándjai nincsenek. Vissza is jöttem. És akkor most jön a gerincút idefelé. Itt egy aránylag jó szakasz volt. Annyi a különbség, hogy most nem fog annyira jól belátni a tengerhez, mivel a másik oldalon kell menni, és azért annyi forgalom van, hogy nem lehet az angol trendit követni. Végül is úgy is látott már mindenki tengert, egyrészt, másrészt meg, hát ez ugyanaz, ahol már jöttem délelőtt. Ha már a medúzák szóba kerültek, akkor beszéljünk egy kicsit a cápákról itt az Égei tengerbe. 47 faj van, nem is gondolná az ember, hogy ennyi. Itt bent. És még milyen sekély is ráadásul. Itt ez a jó, a cápus ezt szereti. De azért azt jó tudni, hogy a 47-ből csak 4 darab van, ami veszélyes. És abból valójában csak 2 az, ami meglehetősen. Röpke kis gyerekes túránánk már most 544-nél járok a szintjében. Ha ezen ugyan nem is lesz, de azért ahhoz képest, hogy tulajdonképpen ez hirtelen így a semmiből jött, az képest nem is rossz. A Égei tenger különben a Jón tengerhez képest gyakorlatilag egy sekély pocsolya. Hogyha a átlag mélységet nézzük is, de hogyha a teljes mélységét, akkor ez csak 3800. Jónál említettem, hogy a Hérodotosz árok az jóval 5000 fölött van. Jobban fúj a déli szél, viszont ami kétségbe idő, hogy nagyon hideg, ami két dolgot utalhat. Vagy az van, hogy abból az irányból nyomul a front, másik, hogy ott már lezúgott az eső, ezelőtt 1-2 órával, és a kipárolgás miatt lehűtötte a levegőt. Majd meglátjuk, egyelőre én még mindig szárazon tekerek. Mindjárt kimászom a legmagasabb hágót, a diagram különben már lejtmenetet mutat. Igen. Ott lesz. Megvan a hágó, 190-en, egy végigtekintés. Egy fél sziget, még egy fél sziget, és majd az utáni öböl lesz a Leonidio Giorgio öböl, azt hiszem talán úgy hívják. Tehát magyarul még 2 nyak van, 2 hágóval. És volt rajzolva itt a hágó, 190 volt egyébként. Ez egy percig ne felejtsük el, hogy itt a nullákkal is játszunk. Mennyi a hágó, annyi a szint. És ezt nehéz megszokni, vagy inkább úgy mondom, hogy szokni kell. A szembelevő fal végig, és különben ez egészen argoszig húzódik, ez volt az ókori Spárta védvonala, mégpedig a perzsákkal szemben. Világos legyen, oda át voltak, Kis-Ázsia, mai Törökország, Perzsa Birodalom, és egy részük persze itt ezen az oldalon is megvetette már a lábát, ugye az Attikán többek között például, ott a csata, Termopilla, meg mit tudom én, ugye erről már beszéltem. Viszont Peloponészosz nagyon sokáig tartotta magát, mert a spártaiak, illetve a szövetségeség, a Peloponészi szövetség, egy nagyon fantasztikus védvonalat tudott kiépíteni akkor.
szektási túlerőről beszélünk. Kellett is különben, mert a spártaiak híresen hírhetten kegyetlenek voltak. Történelemkönyvekből is tudjuk, és most nem csak a csecsebő reptetésről beszélek, ez csak egy mellékzönge volt, és nem is volt igaz, mert beszéltünk erről, mondtam erről, szó volt erről, hanem amit az ellenségekkel műveltek, és ezt egyfajta példastatuálás miatt is csinálták itt a kemping, az egyik, említettem, hogy 7 darab van, mind a 7 öbölben van, ha itt az ember tovább megy egészen Argoszig. Most akkor lemegyünk, úgy tudom, hogy nem öböl szintre szerencsére, talán ez némiképpen jó, ugye itt volt az uvala, az a szárazföld uvala, durván ment különben fölfelé, és látszik, hogy lefelé is erős. Jó, nem baj, ha visszajön egy kicsit a kilométer, mert még egyszer mondom, talán a szigeteket leszámítva most már mindenhol nagyonra vagy. Jó. Idő 2 óra. A legrosszabb variáció is 3 órára már 100%-os esőt mutat. Te bukodám, hogy a legrosszabb az már 11 órára. Hát Leonidi óra biztos, hogy megjött, ez 100%. Viszont érdekes, hogy ott egészen keresztbe, hátra ilyen kék színű csíkot látok, ami azt jelenti, hogy ott a tenger párolog, tehát ott valószínűleg kék-kék van, süti a nap a vizet. Húj, és micsoda part itt lett. Mondom, hogy közben koncentrálnunk kell az útra is, mert nagyon nagyok a dobbanók. A másik hágónyak, ugye a Lakó Szimpatiki félsziget, a másik oldalán a Bicselköv, ez az oldalán is van, csak az, hát én nem tudom, olyan fapadosnak néz ki, meg én úgy láttam, hogy mintha úgy sem vezetett volna le. Ha van egy kis lehetőség, akkor is kilesintek. Hallgatnom kell, hogy jön-e valami füllel, mert látni nem lehet. Kiténfergek ide a kakasállóra. Néha muszáj egy kicsit pihenni. Egyrészt a segzetemet is szellőztetni kell, másrészt pedig a vállam az állandó balkezes kormánytartástól lassan bedurvul. Picit jobbat vártam, megmondom őszintén. Ott a beach. A tenger viszont még így, hogy nem süti a nap, így is hozza azt a klasszikus görögös, tehát hogy világos kék, sötét kék árnyalat változás, és ott azért látok napernyőket is. Egy forduló erre, bődülethegyek vannak. Akkor megint a szokásos hullámvasút, újra le, jobbra uvala, vagy pedig ott tessék figyelni végig föl, és akkor ott a hágó egészen fent, ahol a házak vannak. Nem baj, amíg nem esik, addig rendben vagyunk. A beach. Kicsit eltájoltam magam, mert akkor ezek szerint ez nem a szimpatikó beach, az majd még egy odébb lesz. Egy ájgosz. Sport szempontból különben nagyon aktív a hely. Az egy dolog, hogy a parton kerékpározni is már oké, de meg van mindenkinek, hogy a gyalogtúrázás sem lehet itt rossz. És akkor még nem is beszéltünk a sziklamászásról, vízisportok, meg egyéb más. Ez a Livadi Beach, most már akkor így világos, az van ott bent. Gondolkoztam, hogyha esetleg jön az eső, hogy vajon vannak-e buszmegállók? És most hirtelen látok egyet. Hát mennyire védene meg, az mondjuk egy kérdés, egy ilyen viharos thunderstormtól. Vert engem szét már jég úgy, hogy buszmegállóba álltam. Megállóval együtt szétverte a fejem fölött a műanyag buszmegállót. Aztán úgy kellett bemenekülnöm a kocsmába. Cigánnyal együtt rohantunk, annyit kiabált végig, azt mondja, hogy ő már nagyon sokat verekedett, de így még soha nem verték meg, bármint hogy a jég. 2004 ugye, emlékszünk rá, akkor volt az a sok autós kár is, amikor a jégverésért nem fizetett a biztosító. Mert ugye a szemetek, mert ez erről szól, addig előzékeny meg kedves mindenki, ami meg kell kötni a szerződést. Itt megy a frappés csávó délelőttről, és még mindig ott van a kezében a frappé. Hát nagyon lassan iszogat. Valószínűleg ez már egy másik. Apropó, a frappéra visszatérve kezdem megkedvelni. Komolyan mondom, hogy hát most akár még le is mehetnék ugyanoda, mert útba esik mindjárt a szimpatiki beach. Nyilván ez nem, de hónap után, amíg még itt vagyunk Görögbe, nem kizárt, hogy ezzel indítjuk a napot. Figyelni az útnak a karakterisztikáját? Oldaltramagy. Most nem az volt, hogy akkor meg megcsináljuk a szélét, hanem akkor bejelpúztuk a csíkot. Kicsit kevésbé lett széles. Nem mondják azt, hogy ügyes megoldás,
de én ezt inkább átverős megoldásnak hívom. Még a fake news-t annyival kiegészíteném, hogy azt talán nem említettem, hogy ezek a vasas fékpofák, ezek nagyon sokáig bírják. Fémesen csikorognak ugyan, de én az én esetemben ezt nem tapasztaltam. Megint látszik jól a szigetek, talán most még jobban, szabad szemben én egész jól látom. Egy csomó apró pötty is van, tehát ezek a kis lakatlan szigetek. Hívják a görög hajótöröttet? Robinson úzó. Háttérben az a kék homály, az nagyon tetszik. Más lehet egyébként a tengernek akár még a sótartalma is, és hogy amiatt is más a színe, különben nagyon sós a földközi tenger, ugye erről már beszéltem, és akkor most hirtelen eszembe jutott az, amit tegnap Fokianóban elkezdtem mondani, egy messinai sókrízis. Ugye, hogy ez micsoda volt? Nos, kérem szépen 5-6 millió évet ugrunk vissza, ugye a miocén végére. Egy geológiai földmozgás hatására a gibraltári szoros bezáródik. A földközi tenger egyfajta ilyen beltóvá válik, és szépen elkezd párologni. Annyira jól sikerül, hogy majdnem teljesen kiszárad, és ilyen túlfolytott medencék alakulnak ki, a szigetek kiemelkednek egyfajta hegységként, Korzika, Szardínia, meg mindegyik, és lent pedig a pocsolyák ilyen tűzforró, ilyen gőzölgő, szürreális helyek ki alakulnak, állatvilág nagy része kipusztul. Olyan nyár, amikor akár 80 fokra is felmelegednek ezek a belső részek. Aztán pár tízezer év, tehát körülbelül ilyen távlatban majd gondolkozni, újra kinyílik a Gibraltár, de nem pont ott, ahol most, hanem például volt, amikor Marokkónál, volt egy kicsikét fentebb ott Spanyolba. Nyilván tektonika mozgás, afrikai lemez ugye jön föl, beszéltünk róla. Megint kezd feltöltődni a földközi tenger. Most figyeljen mindenki, ezt háromszor játszotta el. Bizonyítékok is vannak, nem tudom, hogy 1833-ból már, és innen van a név, valahol Messina, tehát ott Olaszország környékén találtak rá valamiféle geológiai bizonyítékot. Hát amikor betölt a tenger, akkor állítólag itt ez olyan zuhatag volt, mint az Amazonas, mikor befolyik az óceánba. Akkor a rabajjal folyt a víz, hogy állítom 200 kilométerről lehetett haladni, világ legnagyobb vízesése volt ez akkor. Még így is több 10 év kellett annak, hogy megteljen újra a földközi tenger. Azt nem tudom, hogy honnan állapították meg, hogy 200 kilométerről is lehetett haladni, mivel hogy akkor még emberben volt. Aztán beállt ez az állapot, ami most van, földközi tenger. Így tulajdonképpen a legsósabb tengere majdnem a világnak. Ez amiatt alakult ki, hogy amikor kipárolgott a sok víz, akkor leragódott ide a só, és utána amikor újra töltődött, akkor meg már nem tudott kimosódni. Állítólag ez a természeti jelenség járult hozzá, ha csak áttételesen is, a jégkorszak kialakulásához, mert hogy az éppen utána jött. Ugyanis, mikor megtörtént ez a kiszáradás, akkor a bent ragadt só lerakódott, és nem tudott visszakerülni az óceánok körforgásába, és az meg onnan hiányzott. Azzal, hogy lecsökkent az óceánoknak a sótartalma, ezért a fagyás pontjuk is megemelkedett. Hamarabb fagyott be, hőt vont el a környezetből, és utána ez egy ilyen visszafordíthatatlan spirállá alakult, egyfajta 22-es csapdájával, aminek az lett a vége, hogy jött a jégkorszak. Szimpatiki Beach, itt kell bemenni, hát most nem megyek be. A betekintünk ott, tessék figyelni. Kicsit megszaporodott már az ember tömeg. Van dörgés fölöttünk, de egyelőre nem foglalkozok vele. Határozottan közeledek. Itt most még majd ki kell mászni talán a legerősebb hágót. Én meg itten bal oldalazok. Mindegy, de innen van kilátás. Akkor amíg én itt pízek, itt ókázok, és zenei aláfestésként még az ég is besegít. Jöjjön akkor egy kis irodalom, ókori irodalom. Kérem szépen, Platón többször járt itt, és különböző városokban agitált. Kérdésem, Leonidióba hova megyünk, hol, milyen helyszínen agitált? Mondok három lehetséges változatot. 1. Fa tetején, 2. Motorháztetőn, 3. Platón. Az ókori görög irodalommal azért szerintem mindenki emlékszik rá, meggyűlt a bajunk az iskolába. De szerencsére már csak
ilyen halvány lila gőzben rémlenek ezek a nevek, hogy Platón, Anakreón, meg egyéb más. Jó, tanítsák, de azért az általános műveltséghez nem gondolnám, hogy hozzátartozik, ez kicsit inkább úgy a white-fülűeknek kell. Leges a gyerekek agyát ezzel taktálni, ezzel tömni, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy a gyerek agy térfogata, befogadó képessége úgymond azért sokkal nagyobb, mint már később. Rossz idő ellenére különben a hangulat annyira nem rossz. Görögök továbbra is mosolyognak, integetnek, nagyon szimpatikusak, ugye itt a Szimpatiki Beach, közvetlenül lent, ott voltak a legszimpatikusabbak. Azt nem tudom hányan tudják, hogy a mediterrán népek a legboldogabbak, ez statisztikailag meg van állapítva, és ezek közül melyik az, amelyik ténylegesen a legboldogabb. Újra kinézek, voltam már itt, még délelőtt, de ha valami szép, azt érdemes felvenni. Egy ív, uvala, szokásos, majd pedig újra hágómászás. Tartottunk, hogy a mediterrán népek nagyon boldogok. De ugye a kicsoda akkor a leg? Hát adja magát, hogy a görög, mert a különben meg miért itt kérdeztem volna. Hát akkor most ez nem nyert, ugyanis nem a görög. Nem tippelgetünk, ahhoz ugyanis túl erős a lejtő. Közlöm, hogy a portugálok. Hogy ezt mi alapján állapítják meg, azt fogalmam nincs. De hát biztos van erre valami szorzó. De hogyha mondjuk az életkörülményeket nézzük, a helyszínt, meg egyéb mást, akkor simán el tudom képzelni. Látottól már megint többet pofázok, pedig még nem is söröztem ma, de még fogok. Azért hosszú távon szopatós ez a sok lefel, még az a szerencse, hogy üres biciklivel. Ő átfutott itt előttem egy rákcsáló, egész nagy testű volt. Szerintem az is valami endemikus faj. Hát én az adriai őspocokra tippelek. Még az se kizárt, hogy a Balkán gyógyegér volt. Ebben a másodpercben gondoltam éppen arra, hogy be kéne válni a hotrockot, ha marad az ilyen átmenti szószó idő, és nem lesz semmi. Erre óriási dörgés Leonidio felől, most már belátni, látszik ott a bícs is. Lesz ott eső, az látszik. Ez egy durván-durva szerpentin lenne. Rohadt jó kilátással sziklába vájt út, ezek a kedvenceim. Nem az a kérdés, hogy lesz-e két óra üres járat, mert lehet, hogy lesz. Inkább az a kérdés, hogy bemerem-e vállalni. Az esőt megállítani úgy sem tudod. Szeretem megfordítani úgy sem tudod. Ujjaim közt a por, úgy száll, mint szürke fos. Ha már itt tartunk, akkor a porból ítélve nem volt eső. Pedig most már Leonidio jön, porszáraz minden, a vörös kőzet. Nyilván ez nem jelent semmit, tehát attól még majd lehet, de mindenképpen bejött az a számítás, amit belén kalkuláltam, hogy a tenger az visszatolja a frontot. Valószínűleg csak átmenetileg, tehát majd este azért lehet, hogy lesz valami, vagy még a délután nagy része hátra van. Tehát ez egy olyan, mint egy falon védekezni túlerővel, előbb-utóbb azért majd átszakad. Most nekünk arra kell dukkolni, hogy ha átszakad, akkor mindenképpen éjszaka tegye, és minél gyorsabban. Holnap nyernénk csak ugyanennyit, mint amennyit ma szárazon, akkor nem kizárt, hogy feljuttánk a Pannongerincre. Aztán, hogy fent hogyan tovább, elviekben Kozmászban szerintem lehet, hogy lenne szállás is. Nyilván ezeket a dilemmákat majd kifejtem én holnap menet közben. Már onnan indul, hogy most mi lesz este, és utána pedig reggel majd megint. Természetesen, ha visszaértem, akkor nézzük a műhold felvételt is, hogy állunk pillanatnyilag. Soktól kommentekben kérdezik, hogy honnan tudsz te ennyit, biztos bemagolod, meg egyéb más. Hát nem. Az intelligencia az örökletes. Fogadott gyerek vagyok. A szüleim fogadtak, hogy hülye leszek, aztán nyertek. Leonidioba, bocsánat, inkább én érkezek. Mészi remél már rég megérkezett. Szerintem itt idefelé nem álltam meg. Egy körbetekintés most már megint ugyanarra. Tehát a mai délutáni programunk helyszínére.
Így, hogy tulajdonképpen még mindig nem esik. És azért ott beláttuk, ahogy a Dafton kanyon mozog ide, ott is vannak szélmalmok egyébként a hegy csúcsán. Amíg ott látjuk a hegyeket, addig nincsen gáz, ott a tetején különben felhőben van már a Pannon főgerince, tehát valószínűleg ott esik. De ez nekünk mai napban semmiképpen nem program. Nézzünk le. Ja, ez volt a problémám, hogy jövök itt föl, ugye arra körbe ez most szerintem most is menni fog, és majd utána is. Valószínűleg a Dafton mederen szintén átmegyek, mert hogy nem volt eső, és akkor íme a Lacoste Beach, később pedig a Placca Beach. A kempingünket azt pedig innen nem látni. De egy dolgot nagyon jól látni, hogy a kutya nem fürdik, pedig a tenger teljesen rendben van. Nem tudom hányan figyelték, hogy ezeknek a kis mini szent helyeknek a mérete, ahogy haladunk észak felé, egyre jobban nő. Hogy erre mi a magyarázat, azt nem tudom. Arra, hogy miért kezd esni, arra sajnos tudom a magyarázatot. Úgyhogy irány horány, mégpedig rakétasebességgel. A Hot Rock Serpentine-ről dédelgetett álmom valószínűleg hamupipőke álom lesz. Lehet, hogy Csipke Rózsika, az Isten se tudja már, mesékben egy kicsikét már, hogy mondjam, kihagy a memóriám. Holnap, ahogy gurulunk át Leonidion, és megyünk fel az Aflon völgyén, majd megtekintjük lentről. Viszont megteszem a kedves nézők helyett is, hogy kamerával megtekintem fölöttünk ezt az óriási nagy sziklatornyot, vörös színű. El lehet képzelni, hogy mikor abból az irányból délután dönget a nap, hogy akkor hogy izzik ez. Ezt nem tudom meg, mert már soha többet nem jövök ide, viszont azt jól látszik, hogy a szembelő oldalon, a madárának az északi oldalán az út. Szerintem látszik. A kanyon. Ott vágtáztunk lefelé, most lenne jó a közelítős kamera, ami nincs. Közben nekem koncentrálni, hogy el ne rontjam az utat lefelé. Valahogy is följöttem. Ha elkúrom, akkor nagy a kerülő Leonidio irányába. Eszméletlen jó fekvésű ez a hely. Minden adott, ami kell. Serpentinek tengerpart, mediterrán öböl, éghajlat. Meleg, az év nagy részében száraz idő, ami mondjuk most pont nem igaz, viszont megvan a leágazás. Maxi. Gyakrabban hallom vissza, hogy Kobrankó influencer, aki utat mutat, másoknak. Na hát akkor mutatok utat, egyszer itt van ez, egyszer itt van az, de ami még borzasztóbb, hogy az is ott van. Na most akkor merre? Jó kérdés. Mivel hogy mind tök egyforma, megpróbálok szag után menni, mint a kutya. Napja vásárolós sajtomnak már igen komoly lehet az illata. A kolbászról, ami 11 napos, nem is beszéltem. Egyszerűen nem kerül rá sor, hogy egyek belőle, mert állandóan tavernák esnek úrba. Ettől sokkal érdekesebb, hogy a legutolsó helyen is azért nyitva vannak a tavernák. Nem is dolgoznak fullon, de ami nekünk kell, az mind megvan. Vagy kettőt leszámítva, de azokat ma, illetve holnap még megpróbálom behúzni. Akkor ennyit dubálok a kajáról, akkor már nagyon az van, hogy éhes vagyok. Jön az a pont, hogy akkor még nem kell azonnal enni, hanem még egy kicsit tovább kell nyújtani a rétes tésztát, rákoplalni. Háj! Utána lesz majd igazán fasza. Lentről különben az Afton Delta olyan idillinek tűnik, de azért lentről már elég tréhely. Nem volt eső, ez egyértelműen látszik. De most például csurog. Bevallom hősiesen, hogy én 20-ra húztam lapot. És nagyobb volt az esély, hogy beszopok, mint hogy nem. De hát egyszer lehet az embernek szerencséje. Háj, ez nem görög volt. Egy-két migráns azért tévelyek, legyünk korrektek, vannak, de azért az, amit otthon nyomnak a propagandába, annak azért a, nem is tudok hirtelen százalékot mondani, hogy mennyire nem igaz. Van az butító agymosás, ami otthon megy, hogy ezt mennyi ember lelegeli. Megálltam egy pillanatra, mindenhol ezek a növények vannak, és ilyen dohány kinézetük van. De említettem, hogy a csakoni padlizsán itt ugye a fő bevételi forrás, és hát ez az.
Most derült ki, ugyanis észrevettem a kis gyümölcsöcskéket, a lila, illetve fehér változatban pompázó kis eggplantokat, tojás gyümölcsöket, mindjárt mutatok is belőle, tessék, indiani eredetű és egyébként dühöngő almának is hívják. Országban inkább csak krémben fogyasztják, és eléggé vízigényes. Látszik, hogy muszáj öntözni, de itt öntöző rendszerek vannak kialakítva. De ameddig a szem ellát, mindenhol ez van. Ú, gyerekek, a nari. Roskadozva van. Indiából hurcolták egyébként be, és főleg a sznobok köreiben nagyon elterjedt. Megkóstoltuk a csakóniai padlizsánt, ami gyakorlatilag echte muszaka volt. Csak egy kicsikét silányabb és állottabb mikrózott formában, de különben meg ízre teljesen rendben volt. Padlizsán fesztivált is szoktak rendezni, azt hiszem talán valamikor augusztusban. Hát azt most mi nem várjuk meg. Ellenberger ebben a pillanatban gurulok át magán a Dafnonon, sehol semmi, nagyon helyes. Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag itt majdnem mint gazd növény terem ez a padlizsán, ahhoz képest egyáltalán nem olcsó. Tehát az egyik legdrágább kaja, az egész terület az. 3 órakor érkezés a célhoz, Zemeli Camping, onnan kapta a nevét, ezt már tegnap elmondtam. Ebben a másodpercben végeztem is. Kukkantjuk be az oduba. Mi a helyzet? Hát, úgy tűnik, hogy én tettem jól óra. Mivel, hogy nem volt egy csepp eső se. Kicsi, 5 csepp volt. Engem végig fenyegetett, de végül aztán megúsztam. Akkor gyorsan a kerékpáros adatismertetés, 43,6 km és 721 az emelkedő. Előfordulhat még, hogy a Hot Rock Serpentin összejön, de jelen pillanatban esik. Akkor mondom a sorrendet, 3:45 van, most 1 óra döglés, várjuk, hogy mit csinál az idő. Utána egy rövid zuhanyozás, majd pedig gasztroblokk következik, mégpedig számításaim szerint maratoni.